Ez itt a Vakfolt Podcast, amelyben a popkultúra kötelezőit pótoljuk. Az én nevem Frivaszki Majer Péter. Az én nevem Huszár András. Két film sorra fog kerülni ebben az évadban. Az első, amit hallani fogtok, az a mai adásunk témája, a mennyei teremtmények, vagyis eredeti címén Heavenly Creatures 1994-ből Peter Jackson rendezésében. Szóval uh -huh. két hét múlva jövünk az évad utolsó epizódjával. De arról majd akkor beszélünk. Szóval mennyei teremtmények. Uh -huh. Új zélandi film. Uh, ugye hát Peter Jackson-nak a neve szerintem a legtöbben, legtöbb uh, filmrajongó számára a Gyűrűkura trilógiár kapcsán ismerős, vagy akár a hobbit uh, filmek, de de hát az nyilván összekapcsolódik. Hmm. De hát beszélni fogunk arról, hogy, hogy hogy volt volt neki filmrendezői élete a Gyűrűkora előtt is, és ennek egy fontos fordulópontja, fontos mérföldköve volt a menyei teremtmények. Uh, amit ugyanúgy a, a feleségével uh, uh, együtt készített, Fran Walsh-sal, tehát ők ketten írták a forgatókönyvet, és ugye azért mondom hogy ugyanúgy, mert a Fran Walsh aktívan kiveszi a részét, hát, vagy a legtöbb, vagy minden filmjében. Hmm. Uh, egy fontos kult szereplő, uh, és akkor uh, akik még nagyon fontos kult szereplők, az a filmnek a két főhőse, Melanie Linsky és két Winslet, mind a ketten tinédzserek, film elkészítésekor, és mind a ez az első komolyabb filmszerepe, tehát igazából a, a, a főcímben úgy is szerepelnek mind a ketten, hogy Introducing, ez egy kedvenc title típusom. A <laughs> Nekem is. Filmek elején. <laughs> igen, igen. És most ez van is helye ezután, mert én én is úgy tudom, hogy ők először tényleg ebben szerepeltek, úgy komoly Filmben, aztán persze lehet, hogy voltak olyan kisebb szerepeik, ezt megelőzően, amelyek nem, nemzetközi jelentőségű filmek, nem tudom pontosan. Melanie Linskinek nem volt, tehát, hogy ő, uh -huh. ő uh -huh. a milyen iskolai színházi előadásokban játszott, meg így, ahol, Vá, ahol fölnőtt ott, ott a színpadon, próbálta ki magát gyerek színészként, de ez volt az első alakítása a kamerák előtt, két Winsletnek pedig azt hiszem, hogy ilyen tévés. Igen. Ö, tévés, tévés, epizód, epizód szerepjei voltak. Illetve volt van. egy, volt egy visszatérő szerepe, most látom a Get Back című sorozatban. Nem tudom, köze van-e a Beatles dalhoz. Illetve <laughs> 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 volt egy tévék filmje, uh -huh. de hát abban egy név karaktert játszott, tehát oda a stáblistán stábli viszont hátul volt. És igen, valóban neki is a Heavenly Creatures, vagyis a mennyei teremtmények az első igazi egészest is. Filmet, de hát aztán igen gyorsan követte ezt például az értelem és érzelem. Uh -huh. Nem tudom, kezdjük az adást egy kicsit ezzel, hogy ők ketten mekkora jelentőségűek? Kezdhetjük akár ezzel, igen, mert, mert nagyon érdekes így, főleg egymáshoz képest is a karrierjük alakulása eléggé sokat Szerintem mondó, is. hiszen, ahogy te is mondod, két winslet, aki jól mondom, hogy angol, ugye? Én úgy tudom. É, így van angol, tehát hogy őt, mm. ő, ő nem új zélandi születésű. Mm. Melanie Linsky, igen. De a filmben is angolt játszik. Tehát é, egy ilyen, jó, ha nem is cserediákot, de igen, egy, egy mm -hmm. ilyen diákot aki Külföldről érkezik. És igen, két vinszletnek a következő filmje az az, konkrétan az értelem és érzelem volt. Majd szerepelt egy Hamlet adaptációban, és aztán nem sokkal később már ott volt a Titanic. Örület. Egészen pontosan három évvel három. később, amivel egy igazi szupersztár lett. Viszont, hogyha megnézed utána a filmegráfiáját, igazából jó pár évig, nem annyira találta a helyét. Nem tudtak hogy... amatoztatni a Titanic sikerét, szegény. Igen, igen, igen. Most én se tudnék egy olyan címet sem mondani 2000 évek közepéig, ami ismerős egyáltalán, és aztán, a, aztán a makulátlan elme örök ragyogása 2004-ből az, ami már szemet üt. Igen, előtte talán az Iris az egyetlen, ami egy ilyen hmm. komolyabb ilyen Oscar-film volt, az kifejezetten egy ilyen Oscar-díra. Mm. nyert is az a film konkrétan. Ha jól látom, akkor Judy Dench fiatalkori verzióját játszotta ő. Igen, igen, és azért az, és azért jelölték az jelölték ment. őt. Tehát őt is, mind a kettőjüket jelölték uh, színésznő oszkárra, ugye Judi Dencset főszerepben. Igen, tehát az azért egy eléggé, tehát azért ment egy kört az a film. Ez Előtte igaz. ott volt a, a angol címén, vagy eredeti címén Quills, magyarul a szád márki játékai címen ah. futott a Geoffrey Russell, az ah. is ilyen picit botrányos igaz film volt, de egyébként ezeket lesz, amit valóban a, a, makulátlan elméig igazából nem nagyon nem nagyon találták meg azok a szerepek, amik, amik egy ilyen, ilyen tényleg hatalmas szuperztársághoz dukáltak volna, és utána aztán a 2000-es évek közepén, második felében játszott sorba olyan szerepeket, amiért ugye a, vagy Oscar közelbe került, hogy meg is kapta az Oscar díjat. Így van. És aztán most meg a majd arról beszéltünk, hogy most hol tart a karrier, de uh -huh. megnézhetjük ezben Melanie Linskét is, aki ugye vele ellentétben szintén új-zélandi, mint a rendező, meg az író. Mondja maga a film is új-zélandó játszódik, erről majd fogunk beszélni, uh -huh. de akkor Melanie Linskéről egy pár szót. Érdekes módon nekem ő abszolút nem volt a radaromon egészen az elmúlt két évig. Wow! Aha! Tehát a neve sem volt és nem is csengett ismerősen számomra egész addig, ameddig így a tévében belem robbant, és és, mm -hmm. és uh, most Dozer volt mindent, már két olyan szerepet is kapott, amik mm, meghatározóak. Igen, igen. Én nem emlékszem, hogy az ő nevével, mikor találkoztam meg, milyen filmmel kapcsolatban találkoztam először, mert, mert én már én, én őt kedvelem egy ideje, de hogy nem volt, hmm. így nem kötődik egy ilyen nagy ilyen breakout szerepéhez, mert hiszen a, a mennyi teremtmények az vakfolt. az volt. Igen. De, de őt azért jó pár független filmes mellékszerepben láttam így a 2000-es évek második fele, 2010-es évek elején. Hmm. Tehát amiből biztosan emlékszem rá, az a, a Sam Mendesnek volt az övé Go című romantikus kis dramedie ami egy road movie, a John Krasinski meg a Maja Rudolf a főszereplők, és így különböző párokhoz, meg különböző emberekhez mennek így látogatóba, mert pontosan nem emlékszem, hogy mi a konkrét premisszája, de hogy így különböző emberekkel találkoznak, akik mind ilyen párkapcsolatoknak más-más fázisaiba vannak, és akkor ott a Melanie Linszky játszik egy, Értem. egy feleséget, és ott emlékeztem rá, hogy abban, abban kifejezetten jó volt, de játszott az Up in the Airben. Igen, ez a mi is volt a magyar címe annak? Jaj, jaj most gondba vagyok. A... Az a Way We Go, be? amit mondtál egyébként, a Sam Mendes film, az uh -huh. a továbbállók magyarul, és uh -huh. akkor az Up in the Air, az meg mindjárt mondom, ez nagyon ér. Egek Egekúrral persze. Oh, Jézusom, micsoda cím. Igen, <síns> igen. igen Egyébként ezt én is láttam, de valahogy nem emlékeztem. Mm, a, abban szkerül, most egyébként nem. nekem se rémlik, hogy ő pontosan kitetszott, tehát Azért mondom, hogy így nem mindig egyeztem meg. A, a uh -huh. The Perks of Being a Wallflower, abban is egy, egy eléggé fontos mellékszerepet játszott. Rajon, hogy ilyen flashbackekben tűnt fel. Uh -huh. de egy eléggé ilyen kulcs, kulcs szerepet játszott. Tehát, hogy ilyen. Jó, független filmekben ilyen anyukák, ha. szomszédok, legjobb barátok, kb. Ilyen, ilyen szerepköröket töltött be a legtöbbször. Nagyon sok, vagy, vagy hát jó pár Joe Swamberg filmben játszott, ugye ő az ilyen, nem tudom, az ő neve mond -e valamit neked? Igen, igen, igen. Az ilyen mumblecore-szerű, uh -huh. ilyen improvizációra alapuló, nagyon kisköltségvetésű, már-már cselekmény nélküli filmeknek az egyik ilyen... <laughs> ö egyik ilyen bezér alakja, és ö, bele ö, többször, illetve amiben aztán már, már úgy megjegyeztem magamnak, hogy, hogy amikor már tudtam, hogy ő kicsoda, és örültem neki, hogy egy kicsit falsésabb szerepet kap, megint nem fogom tudni a magyar címét, elnézést a hallgatóktól, meg tőled is, Péter, az I don't feel at home in this world anymore. Szerintem nem volt magyar címe, azt gondolom, de tényleg azt én is látom. Amiben a, az Elijah Wooddal együtt játszott, ez egy ilyen elég sötét hangulatú, morbid humorú bűnügyi film. És, a, és az már megelőlegezte azokat a szerepeket, amikkel most megemlékeztem, hogy az ő. <gül> <gül> Pedig ezt tényleg akkor abban, abban biztos, hogy már emlékeztem, emlékeztem kellett volna, hogy őt láttam, de nem raktam nem, 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 nem össze a dolgot. <gül> <gül> Igen, mert hogy most azt hiszem, amire te gondolsz, azok a szerepei. Az egyik a The Last of Us-ban van egy fontos a... mellékszerepe. Két, vagy egy vagy két epizódban volt ő tulajdonképpen a. Ellellábas a főszereplőknek. Uh -huh. Ha jól emlékszem, akkor ő egy kitalált karakter a sorozatnak, tehát nem a videójátékból vették át, vagy ha igen, akkor abban sokkal kisebb volt a szerepe, erre már nem emlékszem. És uh, itt tényleg kifejezetten úgy bukkan fel, hogy itt már azért castingoltuk be őt, tehát uh -huh. Craig Mézint idézve, hogy na, ennek a szerepnek hangsúlyosnak kell lennie az embereknek, látniuk kell egy karizmatikus nő alakot, aki ezt, a ezt el, aki ezt a karaktert eljátsza. ezért Melanie Linsky-t kasztingoltunk be. Tehát itt már nagyon tudatosan uh -huh. őt kérték erre fel. És a másik pedig, ami egy. Hát azt akartam mondani, abszolút főszerep igazából egy ensemble sorozat, ahol sok főszereplő van. Hát de azért, igen, de ha mégis valakit kikeremelni. Akkor ottok. az leginkább ő, ez a Yellow Jackets, amiből egyelőre két évad készült el, egy kicsit lostra hasonlító, ilyen túlélő thriller, rejtélyekkel, rejtélyekkel teli, így van, több idősikon játszódó, flashback jönes, egy ilyen traumatikus repülőgép szerencsétlenség túlélőiről szól, és ott a, a ugye, kamaszlányok zuhannak le egy repülővel, és a, az ő felnőttkori verziójuk verzióik is megjelennek a sorozatban, és az egyiküknek a felnőttkori verzióját játsza Melanie és, e, e. és, nagyon durva, hogy visszamentek az időben 94 be és eltransportálták onnan a fiatal Melanie hogy játszana a sorozatban egy fiatal verziót, mert az a csaj, aki játsza a gyerekkori verzióját, az csont ugyanúgy néz ki, mint a kis Melanie Elképesztő. Uh, és egy, egyébként ezeket leszámítva, amit ahonnan egyébként talán a legtöbben ismerhetik őt, az a uh, Two and a Half Men uh, című sorozat, mert hogy abban eléggé sokáig volt főszereplő, vagy hát így jó pár évig főszereplő volt, aztán visszatérő karakter, ott azt talán a Charlie Sheen karakterének a szomszédját játszotta. Nem láttam abból a sorozatból semmit, tehát wow. nem fog tudni róla beszámolni, de hogy neki volt egy ilyen eléggé jelentős uh, szitkom szerepe is. Azt a mindenségét. És hát ő vele így az utóbbi években készült jó pár, főleg most tényleg a, a Last of Us meg a Yellow Jackets kapcsán készültek vele interjúk, meg ilyen profil ja, cikkek. Még annyi, hogy miatt még hmm. ebbe belemész, csak egy a TV, TV Persze. sorozat, meg a Prestige TV sorozatok, amikben szerepel. A ja, Last of Us az HBO-s, a Yellow Jackets azt hiszem Paramount Plus-on ment eredetőleg. most már Netflixen is elérhető, de mindenképpen más gyártás. Viszont most, most arra meg így újból konvergálni kezdett a karrierja a két tel aki szintén gyakran szerepel most már Prestige TV így van. sorozatban, igazából főleg az HBO házatáján, uh -huh. de pár évvel ezelőtt is sorozat a Mayor of Easttown, uh -huh. ami akkor ilyen kisvárosi krimis sztori, uh, és aztán most idei a The Regime, most nem fogja eszembe jutni a magyar címet, de ez is elég nagyot megy. Uh -huh. uh, illiberális, a rezsim egyébként, egy illiberális <laughs> rezsimről szóló sorozat, hogy így fogalmazom meg. Nem tudom, úgy látom, hogy nem mindenki fogadja nagyon jó, vagy ezért együttető pozitív fogadhatásra ezt a sorozatot, de, de nagy, nagy hype volt körülötte, én úgy láttam, és a kifejezetten erős. Uh -huh. És akkor ebben ő játszik egy, hát talán vezető politikus, az a baj, nem láttam a sorozatot, de, Aha, de, de mondom, ez egy presztízs sorozat az is uh -huh. És akkor ugye érdekes, hogy a Yellow Jackets-ben, meg a Mayor of Istanbul-ban is a főszereplő az így a Amerika középső régiójának a, a szülötte, és tragikus múltat kell feldolgozni a sorozaton belül. <laughs> így újra konvergáltak a karrierjük. Ez tök jó. Igen, igen. Pedig aztán tényleg eléggé ellentétes, hát nem ellentétes, de hogy más irányt vett így a mennyi teledmények után a karrierjük, hiszen ahogy mondtuk, két viszletből sztár lett, és ugye Melanie most is készült jó pár interjú, meg egyébként már így a 2010-es évekből is találtam bele olyan interjút, ami kb. ugyanarról szólt, mint a mostani, hogy így arról beszélgetnek, meg azt mondja neki a, a, az újságíró, hogy így, hogy így, tehát, mint hogyha az, az nem benne, hogy így, na mikor... Mikor kapod már meg végre a téged megérdemlő szerepeket, meg sikereket? Tehát, hogy, hogy mondom, az a 2010-es évek elején az Indivái öröm volt vele egy beszélgetés, vagy egy ilyen professzorú cikk, és az is kb. arra futott ki, hogy volt, volt a cikkben egy ilyen érzés, hogy na hát, ha most, hogy, hogy most, most, most talán van egy fordulópont a Melaninsky karrierjében, de a volt a Melaninszki a Mark Meronnak a podcastjében is, azt is érdemes meghallgatni vele, egyébként egy szuper cuki, nagyon-nagyon szimpatikus nő, nagyon jó vele hallgatni beszélgetéseket, nagyon-nagyon rokon és hát tényleg elég sokat mesélt arról, hogy nagyon sok ilyen kisebb komplexussal küzdött, és alap, alapból Új-Zélandból nehezebb volt így berobbanni egy ilyen háttérrel, tehát amikor először ment Los Angelesbe így a 90-es évek végén, akkor így egyáltalán nem találta ott a helyét, nem találta meg azokat a szerepeket, amik, uh, amik ugye érdekelték volna, vagy amik, amik jók lettek volna. Haza is ment utána egy időre, tehát hogy ilyen többszörű neki futással próbálkozott karriert építeni. Azt is érezte egy bizonyos ponton, hogy hát akkor igen, lehet, hogy ez a kétnek való. Tehát, hogy látta, hogy a két vinszlet milyen sikereket arat, és azt mondta, hogy hát igen, akkor, akkor két a színésznő, ő az, akinek tényleg uh, dukálnak ezek a szerepek, hát akkor ezek szerint ő a Melanie, ő nem egy színésznő, neki csak volt egy ilyen volt egy ilyen ö, nagy szerepe a, a gyerekkorában, és hát nem biztos, hogy neki ezt kell csinálnia, szóval, hogy sokkal rögösebb ö, rögösebb útja volt ö, mostanáig, ö, viszont ö, tök ö, ilyen kitartóan dolgozott azért azon, hogy ö, tényleg megtaláljon olyan szerepeket, amik ö, Mm, amik aztán nagyon izgalmasan ki tudják aknázni azt, amiben ő nagyon jó, mert hogy szerintem a Yellow is a Last of Us nem láttam, vagy azokat a részeket nem láttam, amiben ő szerepel, de ahogy így olvastam róla az alapján, ott is picit hasonló, hogy így szeretik őt úgy alkalmazni a filmekbe, sorozatokba, hogy neki van egy ilyen nagyon kedves, szeretetre méltó félszeg kisugárzása, hogy ilyen nagyon halk a hangja, ilyen az arca is ilyen bocsánat, hogy élek típusú, és egyszerű, hétköznapi, én értem, hétköznapi arca, hogy nem egy ilyen sztár, sztár kisugárzás, vagy nem egy ilyen nagyon hollywoodi kisugárzású valaki hanem úgy néz ki, mint hogyha lemegyünk a spárba, akkor ott simán szembe jöhetne velünk. <laughs> e, Igen. És, hogy, és hogy ezt, ezt, ezt most már ilyen, ilyen fegyverként is használják így ezekben a sorozatokban, mert hogy közben meg nagyon kemény, meg a, a, a nagyon hmm. az esetben veszélyes, vagy manipulatív, vagy kiszámítatatlan jellemeket játszik, aki így, hogy a, kedves külső mögött ilyen, ilyen nagyon elfojtott dühös, vagy agresszív, vagy ilyen veszélyes érzések, meg ilyen felgyülemlett dolgok rejlenek, és hogy ő meg nagyon-nagyon jól tud ezekkel játszani, ezeket hogyan engedi ki. És ezt azért is gondoltam, hogy érdemes elmondani, hogy most a karrierében ilyen szuper jó szerepek találták meg, mert azért ez, ez a mennyei teremtményekben is eléggé határozottan megjelenik. Már ott a kisugárzására, szerintem a, a, tehát az ilyen első benyomás kisugárzására nem feltétlenül azt mondanánk, hogy kedves, szerény, visszahúzódó, hanem hogy hanem, hanem hogy egy, egy, tehát ebben a filmben mindjárt mondjuk, hogy miről, miről, is szól ez a film, de hogy egy hát modernebb szóval egy emo <laughs> tinédzsert játszik, aki, akiben Igen. ilyen, hát ahogy halladunk előre a filmben, egyre sötétebb és egyre uh, egyre aggasztóbb uh, gondolatok uh, és vágyak és késztetések uh, kezdik el felütni a fejüket. Uh, de hogy amikor először meglegyük akkor is egy visszahúzódó valaki, de hogy olyas valaki, aki, akiről így könnyen nem tudjuk képzelni, hogy na vele nem szabad újat húzni, nem? Így van. És tényleg érdekes, nem, 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 nem tudnék egy ilyen nagyon egyértelmű párhazamat vonni a között, hogy a mostani sorozatot szerepeiben milyen az ő jelenléte és milyen az első filmében való jelenléte. De azért az eredményeketől elmondható, hogy semmiképp se gondolná róla, semmi különös esetes uh -huh. másra valóban. Viszont az új szerepeiben azért egyértelműen kijön az, hogy akár a bekapcsolja, és akkor óriási az ő jelenléte, tehát őrületesen uh, tudja uralni a tévéképernyőt. És ebben a sorozatban meg ez nem ennyire jelen, nem ennyire hirtelen van, nem ennyire kézenfoghatóan van, jelen, hanem um, ugyanúgy tulajdonképpen a két Winslet az, aki itt aztán dominál végig, és ő az, aki az egójával uh, sokkal inkább uralja a, 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 képernyőt, és hozzá képest a Melanie Linsky az, aki hogy egy kicsit rajong is érte, és akkor nem uh -huh. mintha mint hogyha egy kicsit második ö, szereplővé uh -huh. nem tudom, a háttérbe, de ugyanakkor meg az ő fejében is ugyanúgy benne kell lennünk, és az ő ővel is ugyanúgy kell mennünk ebben a filmben, és igenis iszonyatosan fontos az, hogy, hogy meg tudja úgy ragadni ezt, ragadni ő a nézőt, hogy egy, azonosulható, empatizálható karakter legyen belőle, és aztán főleg a filmnek a második felében, ahol meg már uh, szinte tényleg az ő vágyai, az ő akarata az, ami a mozgató a teljes filmnek, ott meg aztán tényleg végképp rendkívül fontos az, hogy hogy ez hogy az ő karakterem, mint egy mozgatórugó működjen működje ebben a filmben, és ez kell tényleg az ő jelenléte szóval ú, ú, tudja uralni a képen nyomt a korában is igen, talán van egy ilyen kis hát, na, hangsúly eltolódás talán a film során, de egy egészen észrevehetetlen és szerintem nem is igazi, de hogy valóban van a filmben hasonló, amit amit te is mondasz. Szerintem nagyrészt azért, mert hogy amikor a két vinszlet belép ebbe a filmbe, akkor az tehát, tényleg így konkrétan belép a filmbe és először mutatja őt a kamera, akkor ez egy ilyen na itt megszületett egy filmsztár, és hogy itt valaki így ragyog. Tényleg egy ilyen eszméletlenül nagyszabású kisugárzással rendelkező valaki lép így be, és annak a kezdve tehát tényleg így nekünk is úgy függ a szemünk rajta, mint a, mint a Melanie Linsky karakterének, tehát hogy ugyanúgy így a válunk ennek válunk ennek a személyiségnek, és ez így valóban le tudja dominálni a filmet, és aztán nagyon érdekes, hogy a film második felére viszont én, én is azt éreztem, hogy, hogy sokkal hangsúlyosabb lett az, hogy a hogy a karakterének a fejébe költözünk be, és, és hát mivel gyakorlatban is igazából egy, tettestársá egy tettes válik, egy, egy cinkos válik számára a két karaktere, ez így picit őt így tényleg egy, egy ilyen második pozícióba, tehát így, így mögé sorolja, hiszen egy annak a nagy bűncselekménynek, amiről a film szól, annak az értelmiszerzője az a Melanie karaktere lesz, és innentől kezdve igazán ő lesz a főszereplője a filmnek, de hogy ez, ez, nem egy ilyen nagyon drasztikus átrendeződés, hogy a film elején ő így nagyon a háttérben lenne, és aztán annyira az előtérbe kerül, de hogy van egy ilyen érdekes fluktuáció a, abban, hogy, 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 melyikükre figyelünk jobban, mondjuk. Igen, szerintem is. Szerintem is ez tök, tök jó kis apró, apró elmozdulás a film során a, a fókuszok között. Na jó, akkor szerintem ide összefoglalni picit a cselekményt. Szeretnél megtenni te? É, nagyon szívesen. Ez a film egy valós eseményen alapul, ezt akár ezzel is kezdhettük volna az elején, <hállt> de szerintem nem baj, hogy most említjük <hállt> először a 1954-ben az úgynevezett Parker Hulm gyilkossági ügyet dolgozza fel ez a film. Ez egy nagy szenzáció volt, ilyen botrány szenzáció volt Új-Zélandon abban az időszakban. Mi így nagyon máshol szerintem nem nagyon, nem nagyon hallottunk volna róla, hogyha nincs mennyi teremtmények, de ott tényleg ez ez, 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 nem tudom, mint nálunk a viszkis, tehát hogy egy ilyen nagyon nagy portkavart ügy volt, csak hát még sokkal véresebb is, meg botrányosabb. Igen, vagy botrányosabb igen, igen, hiszen két kamaszlány követel egy gyilkosságot. Tehát ez a igen. Parker és a Hulm, Paulin Parker és Juliet Hulm, ők uh -huh. a, a is a főszereplői, ugyanezekkel szóval a ugye, ugyanezekkel a nevekkel. így van. Tehát Paulint t játsza Melanie Linsky és Julietet játsza két Winslet. Ők Ö, szövetkeznek és gyilkolják meg a Pollinnak az édesanyját. Igen. Egyébként ez végül is spoiler, mert a film, ezt a részletet az utolsó harmadik titkolja. Mm. Csak egy flash forward mm -hmm. jelzi előre, hogy tragédia lesz a történet vége, mm -hmm. de az tényleg köztudott volt már a film marketingéből is, hogy az igaz történet, és azt meg mindenki tudhatta, hogy minek a története szól. Nem tudom, hogy a, a, a meta lehetett tudni, hogy ez volt szól valójában. Én egyébként nem tudtam, én nem úgy néztem meg. Na, no, akkor erre, erre mindjárt rá is fogok kérdezni, hogyha, miután összefoglaltam röviden a, a filmet, mert kíváncsi vagyok, hogy tényleg mennyit mennyi tudtál róla előre. Jó. E hogy a, miért folytatod, hogy a Story a Christchurch településen játszódik egy kisebb városban, Új-Zélandon, ami az utóbbi pár évben egy rendkívül véres terrortámadással vált most ö, ismét nemzetközi szinten ismerté. Uh -huh. Ez ugyanaz a város, csak azért említettem. Uh -huh. meg. Uh, igen, és itt játszódik a film, 1952 az 52 és 54 között, tehát néhány évet ölel fel a filmnek a cselekménye, onnantól kezdve, hogy Pauline megismerkedik Juliettel, ő add, a, a, addig egy magányos, zárkózót, kiközösített, kirekesztett uh, lány az iskolában, nincsenek barátai, uh, és megismerkedik ezzel a, ezzel a hát eléggé vagyonos közegből érkező gazdag szülők, világot járó gazdag szülőknek a, a, a gyerekével, Juliettel, és, és ők összebarátkoznak. És igazából az ő, ő, ő barátságukról szól a film, az ő kapcsolatukról, ami egy ilyen nagyon obszesszív, nagyon ilyen egymásnak a megszállottjai lesznek kölcsönösen mind a ketten ezt a kapcsolatot követjük végig, amiben hát így a, a, szülők először így nagyon örülnek annak, hogy ez a két lány ennyit van együtt, aztán elkezdenek egy kicsit, kicsit így berzenkedni, és ott egy ilyen igazából egy ilyen homofób reakció is lép elő így a szülők részéről, akik aggódnak amiatt, hogy ez a két lány túl sokat van együtt és ö, aztán különböző okokból, amit majd később még akár részletezhetünk is, ö, végül is úgy alakul, hogy ők neki, el kell szakadniuk majd, majd egymástól. Ö, két viszlet karakterét, Julietet elviszik a szülei Új-Zélandról, és akkor még együtt tölthetnek, nem tudom, néhány hetet így búcsúzóul, ö, és ez alatt az időszak alatt ö, terveli ki a Pólin, hogy ö, hát ő, ő elszökne a Juliettel együtt, viszont ez ennek egyetlen akadálya van a, a, az anyja, és és ezt az akadályt pedig el lehet távolítani, és akkor a filmnek az utolsó szakasz az erről a tervről, ennek a tervnek a megvalósításáról szól. És a maga a történet, maga a film, pedig elsősorban a naplóbejegyzések nek a feldolgozása, tehát azt, a, a egyetem vezettek naplót, igen, és elsősorban a Polinnak a naplóbejegyzéseit használja fel. Tehát ott a filmben látjuk is többször, ahogy mm -hmm. írja, és halljuk is azokat. Tehát az, azok elvég szó szerint a, a Paulin-nak a naplójából szerepelnek Igen. Azok, a, azok az idézetek. Én is itt tudom, és, és ezért elég hűen is követi a valóságos cselek, mint a film. Tehát tényleg pont itt történtek meg a dolgok. Majd még beszéltünk a valós eseményekről, hogy ez mm -hmm. mi az, ami nem derül ki a filmből esetleg. Mm -hmm megbeszéltünk persze az autó életükről a szereplőknek, de szerintem az ráér egy kis szerintem is. Szerintem is. viszont akkor most tényleg megrakadom az alkalmat, megkérdezem, hogy akkor mire számítottál, vagy mit tudtál erről a filmről előzetesen? Jó, hát tényleg csak azt, hogy ez a Peter Jacksonnak a hogy is mondjam, a nemzetközi porondon való, vagy a mainstreamben való debütálása. Tehát én a olcsó zsájnál filmjeit ismertem korábbról, az olcsó ugye nem tényleg jóval kisebb költségvetésből készült horror filmjeit ismertem korábbról, és azt hittem, hogy ez majd egy ilyen nagyon mm, veretes, klasszikus értelmevet kis kosztümös film lesz, dráma, gyerekfőszereplőkkel, főszereplőkkel, nem tudom, hogy a Little Women jutott róla eszembe, hogy valami hasonló lesz maximum, de eszem ágába se volt, hogy ebben aztán valami súlyos tragédia lehet. Heavenly Creatures cím gondolkodtam volna, de tényleg valami sokkal pozitívabb konnotációt adott számomra ez a cím, nem gondoltam hogy az, nem gondoltam arra, hogy az ironikusan van használva, és amire meg aztán végképp nem számítottam, az az, hogy a korábbi, meg a későbbi Peter Jackson filmekből is ismerős megszállottságai és kedvenc témái, vagy kedvenc hülyeségei, azok mennyire mennyire domináns szerepet játszanak ebben a filmben is. Gondolok itt a gyurma figurákra, a stop motion meg az ő összes kameramozgásos trükkjére, szóval elképesztő, hogy mennyire, mennyire Peter Jacksonos ez a film, és erre végképp nem szajtottam. <laughs> Igen, ez, ez engem is meglepetésként, hogy ennyi speciális effekt lesz benne, és hogy egy ilyen kom, kom, egy komplet fantázia birodalmat épít majd fel. Ez az abszolút nekem is meglepetés volt. Én azt tudtam, hogy ez egy ilyen szenzációs bűnügyet fog feldolgozni, és hogy ez a két lány, ők majd egy gyilkosságot követnek el. annak a részleteiről nem tudtam. Aha. Az, az aztán a filmből derült ki, de én, én azt tudtam, hogy valamelyikük valamilyen formában, hogy pontosan hogyan, és pontosan tényleg mind a ketten, vagy csak egyikük, de hogy dehogy lesz, egy, lesz itt egy véres bűncselekmény majd. Uh -huh. És hát egyébként nagyon-nagyon érdekes volt ezt tapasztalni a Peter Jackson, hogyan keveri itt a zsánereket és a különböző, különböző tónusokat. Ezzel ez elég sokat szoktunk beszélni, hogyha van egy ilyen tónusokat keverő film, hogy mennyire maga biztos ebben egy rendező, mennyire tud megragadni, vagy mennyire tudja ezeket így, egyensúlyba hozni ezeket a különböző tónusokat, és hát ebben a filmben is van egyrészt az által is említett ilyen kosztümös, kicsit veretesebb vonal, van egy karakterdráma, van egy ilyen kedvesebb vonal, egy ilyen kisasszonyokszerű vonulat, van benne morbid humor, van benne tényleg fantázia, tehát egy ilyen fentezi vonulat is, nevezhetjük ilyen, ilyen fentezi vonulatnak, Uh, és aztán a vége pedig egy eléggé brutális, realisztikus uh, gyilkosságban uh, köt ki. Tehát, hogy amennyire, amennyire ilyen, uh, ilyen uh, hóbortos vagy szeleburdi néha a film uh, menet közben, és amennyire itt szárnyal, így nem tudom, így a képzeletnek az ilyen uh, szárnyain, hm. uh, annyira a végén ilyen kőkemény. Hm. Uh, nem, nem kendőzi el a, a, azt, a, azt az eseményt, ami, ami a, azt a mint ami a filmnek a belejét képezi, és ott már inkább ilyen thrillerbe ö, yeah. megy át. Ö, és ö, szerintem egy, azért nem volt egy könnyű kötéltánc ezt, ezt végigcsinálni a Peter Jacksonnak. Én szerintem egyébként sikeres volt, tehát hogy nekem, nekem ezek a rétegek tökre erősítették egymást. Még hmm. akkor is, hogyha meglepett, amikor egyszer csak így ilyen gyurma lovak figurák kezdtek el, <laughs> meg, meg, nem is gyurma, de ilyen be, beöltözött figurák kezdtek el masírozni, mm. ilyen képzeletbeli várkastélyokban, meg Orzon vele szelleme kísért minket szó szerint. <laughs> ez, 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 aztán teljesen, semmiből jött, és milyen jó, hogy, milyen jó, hogy, ebben az évadban néztük meg a harmadik embert. Ugye, Annyira Péter? Jó. Akkor a Márzli. Tényleg hihetetlen szerencse. <laughs> Nagyon jó. Hát igen, a, a az, az, arra még nem számítottam, hogy itt szó szerint megelevenedik majd a szokszom be lesz. Nagyon vicces volt. De hogy tényleg a, a ez a tonális kaszkadőr mutatvány, amit ez a film csinál, ezt láttam én is a legtöbb helyen, megemlítve, hogy mint egyedüli, vagy inkább leghangsúlyosabb, lehetséges negatívum uh -huh. a filmnek, hogy lehet, hogy sokak szerint nem működik jól, uh -huh. de én sem láttam, benne ennek kifogásolni valót, szerintem kifejezetten izgalmassá tette ezt a filmet, így a befogadást tekintve izgalmassá, hogy, hogy hogyan zsonglőrködik a különböző hangulatokkal, meg, meg zsánerekkel tulajdonképpen, és a a mondani valót, vagy a történet megértését, tehát amit el akar mesélni ez a film a karaktereiről, annak a közvetítését és annak a megértését meg szerintem maximálisan szolgálta velünk uh -huh. mutatvány, mert nagyon is kellett az, hogy a szereplőknek a fejébe tudjunk ennyire helyezkedni, és ehhez meg szükségesek voltak szerintem ezek az elemek. Hosszú-hosszú időig -hosszú, úgy gondoltam a filmet nézve, hogy ez a rengeteg stop motion gyurmabábos fantasy jelenet sor, ez csak így a Peter Jackson marhulása, hogy hmm. most kaptam -e egy kicsit több pénzt, és meg akarom mutatni a világ számára, hogy én ilyet is tudok, mm -hmm. és hogy ez teljesen öncélú, <laughs> mert ugye nem tudtam, miről szól a film igazából. Mm -hmm. És a végén, amikor ez az utolsó egyharmadal a körbejött számon, és, és leesett, hogy a film mit akar <laughs> elmesélni, és hogy ezek a szereplők hogy gondolkodnak, akkor meg sokkal inkább a helyére klikkentek ezek a dolgok, helyükre klikkentek ezek a dolgok, helyükre kattantak ezek a fogaskerekek, és összeállt egy tonális egész számomra a film, amit meg később kifejtek, hogy hogy értek, de, Jó. de nagyon, nagyon megnyerő volt számomra ez a megoldás. Igen, érdekes mondjuk például szembe helyezni ezt a filmet az Otthonom idaho -val. Nincs sok hasonlóság a kettő között, meg sok ilyen párhuzamra okot vetület. Hát, de az, két, hogy... Különböző társadalmi osztályú Fiatal, akik egymásba szerelmesek, kérdőjel, uh -huh. és, és megszállhatja egymásnak, uh -huh. és szemeszegülnek a szüleikkel. Na, Ez még, még megtaláltad <laughs> Meg <laughs> azokat a párhuzamokat, amiket én nem, nem is kerestem. De, hogy gyarok, annak a filmnak a kapcsán is beszéltünk, hogy a milyen rétegeket próbál összeházasítani, benne ugye egy Shakespeare-től kezdve a, a dokudrámán át az abszurdig. Igen, uh, Na ez egy másik. És is hogy, is és szóval hogy szóval ott arról beszéltünk, hogy nem mindig éreztük sikeresnek ezeknek az ilyen összefésülését, és, uh, és ezzel szemben ebben a filmben én is azt, azt éreztem, hogy uh, hogy még az otthon a érezhető volt, hogy itt volt egy csomó ötlet a Noé-nek, amit ahelyett, hogy több különböző filmet csinált volna <laughs> meg, <laughs> inkább egy filmbe csinált meg. True. Tehát egy picit kívülről építkezett befelé az a film. Ez a film nagyon belülről építkezik, mert azt néztem meg, hogy milyen lehet ennek a két lánynak a, a, a belső világa, és ezt vetítette ki ezekkel az ilyen extrém, harsány, hmm. kicsit szürreális vagy morbid elemekkel. Nagyon és jól. szerintem ezért sikeresebb, mert, mert hogy valóban az, hogy nekik van egy ilyen nagyon-nagyon élénk képzelőerejük, és hogy a valósággal szemben ebben találják meg azt, a, azt az ilyen védett területet, ahol, ahol ők ketten tényleg így minden egyes napjukat el tudnák tölteni, és, és, ami csak az övék, és ezzel egy ilyen zárt kis buborékot alkotnak saját maguknak, amit itt senki más nem tetsz. Ez kb. ugyanolyan, mint amikor, nem tudom, ugyanilyen gyerekszokás, hogy így kitalálsz egy idegen nyelvet a, nem tudom, legjobb barátoddal, és akkor azon az idegen nyelven beszéltek egymással, és igen. őrületbe kergettek mindenki más, mert senki nem érti azt, hogy ti mit beszéltek, de ti meg talán értitek. Uh, és hogy a film meg azt mutatja be, hogy ez egyrészt mennyire ilyen bonzó, és mennyire, mennyire ilyen fantasztikus dolog, és másrészt mennyire veszélyes, amikor, amikor ebbe belekeveredik egy olyan ilyen téveszmérség, vagy egy olyan olyan, uh, olyan, szituáció, ahol, ahol egyszer csak ez egy, ez egy sokkal veszélyesebb irányba kanyarodik el, ahol már, ahol már uh, a főszereplőknek ez a, ez a képzelőreje, ez, ez olyan mértékben elszakad a valóságtól, hogy a saját a súlyát nem fogják tudni felmérni. Így van, Mert ez szerintem pontos. a filmnek a nagy, ö, nagy tézise talán, vagy a nagy, nagy, nagy gondolata, hogy, is. hogy hogy egy bizonyos ponton tényleg elválik az, hogy ők elképzelik azt, hogy ebben a fiktív világban hogyan, ö, nem tudom, milyen jókedéllyel mészárolnak a különböző ilyen figurák. Akiket kitalálnak maguknak, és hogy ott tobzótnak adnak az erőszakban, de közben mégis egy ilyen kis kedélyes lovagregény marad az egész sok románccal, meg, meg, meg tánccal, meg, meg örömökkel. Hm. És aztán, amikor, amikor viszont a valóságba és ennek a súlytalanságát próbálják meg áthelyezni, hm. akkor, akkor annak lesz egy ilyen végzetes következménye. Igen. Nagyjából ez a lényeg, ez szerintem ennek a filmnek ezt a jól összefoglaltad, hogy, hogy, a számokra hogyan mosódik el a valóság és az eszképizmus közötti határ, mert ezt még felfejtegethetjük, hogy pontosan hogyan építi fel a film, hogy ez miért egy működőképes teóriája. De tényleg ez, ez, ez a lényege, szerintem is. És hát, ugye ezen belül meg rendkívül fontos a szerepe a több is, amik egyébként tényleg tök jó jelen vannak az otthon a Májnohóban is, tehát van egyfajta kirekesztettség érzetük, meg a queerségük miatt van egy hmm. alapból is egy ne, ne, nehéz megbirkózni, nem csak saját magukkal, hanem a külvilággal is, hiszen nem könnyű szemben nézni a váró előítéltekkel, hogyha vállalják az érzéseiket a külvilág előtt is. És hát mindez a rengeteg Körülmény marcangolja őket, főleg Pólint, amik sodorják őket bele ebbe az eszképizmusba elsősorban, szerintem. És nem ez az egyetlen módja az eszképizmusnak, de ez rendkívül fontos módja számokra. És akkor így így kezdődik el ez az egész és belesodródása a gyilkosságba, hogy magukat belelovaják ennek az egésznek az ötletébe. A korabeli naplóba jegyzésekből kiderül, hogy hetekig készültek tényleg erre a, erre a, gyilkosságra. Eltervezték, hogy ez miért jó nekik, hogyha meg, meghal a Honora Parker, tehát a Paulinnak az anyja, hiszen ő az egyedüli akadályozója annak, hogy a Paulin Juliettel tarthasson, és mikor a nap eljött, akkor ezt úgy írta le a naplójában a Paulin, de hogy a Juliet, meg nem, nem emlékszem a jegyzeteimből, hogy ez olyan, mint a karácsony előtti nap lenne, tehát a szenteste napja lenne, amikor vágyok az ajándékbontást, és, és így, így, ez volt az utolsó bejegyzés a naplóban a gyilkosság előtti alkalommal, és ők tényleg nagyon izgatottak voltak, és lelkesek, hogy most egy gyilkosságot fognak végrehajtani, Egyszer nem, nem fogták fel a saját tettüknek a saját, és utólagosan úgy is fogalmaz, ha jól emlékszem valamelyikük, hogy, hogy nem, nem voltak tisztában az, hogy alá lesz tényleg egy végleges dolog. Igen. Ez egy, ilyen, ez egy ilyen kaland volt, mint amit egy ked, nem tudom, a kedvenc regényükben olvasnának. Tehát, hogy tényleg a, 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 a film alapján legalábbis, meg ez ilyen a alapján úgy így tűnik, és igen, utólag... Utólag így a hozzájuk közel álló rokonjuk is, meg ők maguk is így ö, azt mondták, hogy, hogy beletelt egy időben, mire felmérték ennek a valódi súlyát, és hogy mire mm -hmm. ráhez hogy valóban mit követtek el. Érdekes, hogy a film ugye ezzel nem foglalkozik. Hát a, igen, a film igen, igen. ott fejeződik be a magán a, a, a gyilkosságnál. Van a film legelején egy ilyen kis flash-forward, vagy hát egy mm -hmm. ilyen kis ízelítő, mm -hmm. és aztán az egész film arról hogy hogyan jutunk el addig a pillanatig, Mm -hmm. és így az utolsó Igen. az egy ilyen véres sikoly, és aztán... És két ilyen, talán két bekezdésnyi, vagy két soros szöveg, ami nagyjából arra utal, hogy el lettek ítélve, és arra voltak ítélve, hogy soha nem találkozhatnak. Így van. És egy ilyen a karakterek szempontjából tragikus konnotációja van ezáltal a filmnek. Igen. Hogy ők, akik egymás szerelmesei, megszállottjai, akik mindent azért csináltak, hogy együtt lehessenek örökre, soha többet nem lehetnek együtt, és ezzel van elfoglalva a finálé. Igen. Tehát ez, ez a kontextus a filmnek, tehát ezt kell lezárnia valóban. De érdekes, hogy igen, hogy igen, nem, nem foglalkozik a, a későbbiekkel, és negyed a film. Na majd még igen, de szerintem az még Az ráér még igen, igen. egyébként valóban tényleg ez a, ez a kifutása a filmnek. Van egy ilyen kis egy fantázió jelenet fekete-fehérben, ahol így elképzelik uh, azt, hogy majd milyen lesz, amikor én hajó. Szépjában. igazad van, nem is teljesen fekete-fehér, hogy ugye elhajóznak, és akkor uh, eleinte még csak azt mutatják, hogy csak a Juliet van ott a hajón, aztán a film vége felé, amikor már eltervezik a szökésüket, akkor azt képzelik el, hogy ott mind a ketten odaszaladnak a Julietnek a szüleihez, és akkor mint egy boldog család ott vannak együtt. Tehát a lényeg az, hogy ők ketten együtt vannak, hmm. és, uh, és, a, és a végén, ami Miután megtörténik a gyilkosság, és ugye a film is ilyen zaklatottabbá válik, ilyen gyorsabb vágásokkal, ilyen Igen. elsötétül a képernyő, és akkor a, a gyilkosságnak a pillanataiba be van vágva egy-két egy kép. Ugyanerről a szép a színű fantáziáról, viszont arról, hogy hogy a Paulin látja, a, ahogy, ahogy elmegy a hajó, és így sikít, tehát így kiabál a, a Juliet után, a Juliet meg a hajóról kiabál neki. Tehát, hogy mint hogyha itt a gyilkosság aktusa közben egyszer csak ráeszmélnének, vagy ha, ha nem is ráeszmélnék, de a film ráeszmél, vagy, vagy eszméletre téríti őket ezzel a, ezzel a kis fantasy hogy, hogy, most történik meg az, ami miatt soha többet nem lehetnek együtt. Tehát, hogy így értelmeztel? Értelme, én, nem én, így értelmeztel. Az én fejemben ez így volt meg valahogy, ha. hogy, hogy egészen addig el tud, elképzelték, ahogy együtt vannak, és aztán a film valahogy ezzel nem tudom, szakítja ő előket őket egymástól, hogy, 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 abban a pillanatban, amikor ezt elkövetik, amit azért követnek el, hogy ők, hogy ők tényleg örök életükre együtt lehessenek, abban a pillanatban gyakorlatilag gyakorlatilag meg, hmm. megtörténik az, ami miatt, ami miatt soha többet nem fogják látni egymást. Te hogy értelmezted azt a, azt a, ezt a képsort? Én úgy értelmeztem, hogy ott is az elkövető, a lányok, fejében akar bennünket tartani Peter Jackson, és mind a hangkeveréssel, mind a képekkel, azzal, hogy vágunk a, ezekre a fantáziójátokra, azt hangsúlyozza, hogy a lányok mit éreznek, és nem az áldozat mit érez, és amit a Pauline érzett, az az volt, hogy mindent azért csinál, mert fél attól, hogy elszakítják őt a Juliet. -től. Aha. Hogyha ő nem tarthat fel Á, a értem. hajón, akkor arról a honóra tehet, uh -huh. és ez ezzel spanolta fel magában azt a kellő dühöt, amivel végre tudta hajtani a gyilkosságot. Mm. És az, hogy őt lesújt az anyára 20 alkalommal, ahhoz neki minden alkalommal, amikor megemelte a tévét, féltéglet, emlékeztetnie kellett magát, hogy ezt azért csinálja, mert különben elszakítják őt. A mm. De nem ennyire kell komolyan értelmezni, hogy hogy, most tényleg nem tudta volna felemelni a téglát, ha nem erre gondolok, csak arra gondolok, igen. hogy ebbe a magát ebből a fantáziába. Aha, aha, nem, ez abszolút. Ja, ez szerintem teljesen valit. Sőt, Lehet, sőt, hogy, lehet, hogy inkább ezt jelképezte ezt ez a jelenet, és a másik inkább csak így az utólagos történetnek a működik. fényében tükrözheti Igen. ezt is. Így van, és azért gondolom, hogy a, a, tényleg a Pauline fejébe helyez bennünket ezzel Peter Jackson, mert a, mikor először lesújtanak a honorára, akkor persze halljuk a honorának a halálos sikoljait, vagy hörgését, meg föl is néz a kamerába, és látjuk a szörny, 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 az elszörnyedést a tekintetében, de aztán igazából ez csak az első egy-két ütéskor, ha látjuk és halljuk, és onnantól kezdve már azt látjuk, hogy Paulin emeli fel a téglát, és rá sújt, meg a Juliet ugyanezt teszi, és az ő sikoltásaikat halljuk, ugye, amit, a mm -hmm. füles, amit, amit, amit ezekből a képzeleti jelekből hallunk, át sziváról. Mm -hmm. Tehát végig a kislánynak a Juliet elvesztése miatt érzett uh sírása -huh. tühe, sírása, sakra, sikoljai azok, amiket hallunk, és nem az édesanyjának a halál sikoljai. Tehát mondom, itt azt akarja élni a film, hogy, le, hogy a mi a gyerek legyünk ebben a jelenetben. Én szerintem. Ó, oh, nekem tetszik. <laughs> De hát ez, ez, végig ennek a filmnek a funkciója, ami szerintem sikeresen tesz meg a, a Jackson, mint rendező, hogy, hogy ezekkel a gyerekekkel menjünk végig. Igen. És erre a gyilkosságra ne úgy gondoljunk, hogy, hogy a kívülről szemlélünk most két mebeteg nőt, vagy akármi, vagy nem is a családi tragédia a lényeg, hanem ezek a gyerekek, akik egy ilyen világban kell, hogy felnőjenek, és tök furcsa, hogy nem... Tehát ez, ez, szerintem egy óriási tézis ennek a filmnek, hogy most nem felmenteni akarja ezt a két gyereket, nem megbocsátásért könyörög a néző felé, nem az a célja, hogy, hogy megmagyarázza a tetteiket azért, hogy ezzel ez feloldozást adjon nekik, hanem egész egyszerűen empátiával, de nem szimpátiával feltétlenül, de empátiával bemutatja, hogy milyen volt queer, tehát nem heteroszexuális karakterként létezni az 50-es években, tinédzserként, mindkét jelző rendkívül fontos szerintem. A, ebben a korban. És ez a kérekeztettség, ez a zárkózottság milyen, hogyan vezetett ahhoz, hogy ide jutottak ezek a gyerekek. Ezt vezeti végig, szerintem tételesen, és ez az, amit a film el akar érni, hogy a néző ezt átérezze, és nem azért, hogy szomorkodjunk a lányok miatt, nem azért, hogy, hogy, hogy sajnáljuk, a Honorát, vagy sajnáljuk a Paulint, vagy sajnáljuk a Juliettet, se si az adatotot, se si az elkövetőket, nem sajnálni kell feltétlenül, de egy empatikus képet ad nekünk a, erről a szörnyűséges tettről. Nagyon érdekes szerintem ez a, ez a vállalás, 1994-ben különösen, merész, vagy érdekes, és szerintem nagyon is sikeres. Igen, ez most egy mondod, talán ez még, ez még egy nehezebb kötéltánc, mint a különböző tónusoknak a, a, a keverése, az hogy, az, hogy úgy tudja ábrázolni, és úgy tudjon minket bevonni ezeknek a szereplőknek a belső érzelmi világába, és úgy tudja megértetni velünk, hogy mit jelent ennyire egymásba habarodni, vagy ennyire, ennyire ragaszkodni egy másik emberhez. Hogy közben közben nagyon is éleslátó van, vagy egy józanul ábrázolja magát az elkövetett gyilkosságot is. Tehát, hogy a film vége felé nekem legalábbis nem az az érzésem volt, így miközben néztem, hogy így átragad rám a szereplőknek így az izgalma, és így alig várom, hogy megtörténjen, és akkor így, emi, emi, ezzel kelljen mondjuk nekem így utána meg, megküzdenem, vagy ezzel kelljen el. Hanem, hanem miközben néztem, így egyre szorult össze a gyomrom attól, hogy ez egy ilyen, ez egy ilyen a, nem tudom, a téglafal felé robogó express vonat sebességével, tehát egy katasztrófa felé tartunk, és hogy, és hogy elkerülhetetlen, és, és hogy nem, nem tettek semmit. Tehát, hogy, hogy ott úgy tudott megmaradni az, hogy, a, hogy ez a két szereplő nem vált egy ilyen undorító szörnyeteggé azáltal, hogy milyen gyilkosságot követnek el, vagy hogy mennyire, nem tudom, szociapaták ott abban a, abban a helyzetben azzal, hogy, hogy bele se gondolnak abba, hogy itt most egy másik ember életét ki fogják oltani, hogy ez, ez mind megjelenik a filmben, hogy ők ott ijesztő ott, szociopatákká válnak, de közben ők még mindig ugyanazok a kamaszlányok, akiket megismertünk egészen addig, és hogy tényleg az, hogy amit mondtál, hogy, a, hogy ez nem egy ilyen mostatás, nem arról szó, hogy felmenteni őket a film, de hogy végig nagyon, nagyon együttérzően tud két egy ilyen Szörnyűséget elkövető kamasszal szemben viseltetni, vagy, vagy irántuk ö, viseltetni? Igen. Abszolút nem tudatos, ha jól emlékszem, nem volt tudatos mm. szerkesztés a mi részünkről, hogy úgy építettük fel az év alatt utolsó néhány részét, hogy gyakorlatilag a 90-es évek coolséget mm. pozitív színben feltüntető, de az a mégis merész dolgokat bemutató filmjeit választottuk, mert a tehetséges Mr. Ripley-ben szintén meleg karakter a főszereplő, vagy biszexuális legalábbis, aki gyakorságot követel. A, a, az otthonom Idaho-ban ugye a szintén melegek, vagy az egyik főszereplő legalábbis biztosan meleg. És mindenféle törvényen kívült dolgot művelnek ők is. De te, 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 ahhoz képest, hogy ez mennyire véletlen és is, ezt egyáltalán nem így terveztük, és mondom, ez úgy, hogy a 90-es években azért abszolút nem ez a jellemző megbeszélése uh -huh. az LMBTQ közösség tagjainak, hanem most így legalábbis közelmúltbeli emlékeimre, ha gondolok, akkor nem régen, kb. fél éve vagy éve volt a You Must Remember This podcast, nek a 90-es évek erotikus tríde uh -huh. szóló évadja, amiben egy vissza visszatérő klisé vagy toposz, az evil lesbian, vagy uh -huh. psycho lesbian karakter, tudod, rengeteg olyan erotikus thrillerban, amiben az a fordulat, hogy kiderül, hogy a főszereplőnek a nője az mégig leszbikus volt, és konspirálta a, a nő szeretőjével, vagy a szeretőjével, és akkor ők ketten gyilkolják meg a fejét. Tehát egy csomó ilyen sztori volt, akár a ezért a elemi ösztönben is van egy ilyen uh -huh. leszbikusos vonal, de hogy konkrétan tényleg ez több filmben felbukkan ez a gonosz leszbikus, és ez még egy máig se teljesen kihalt topusz egyébként, de hogy akkoriban a, az, az ilyen az ilyen jellegű filmekben általában negatív konotációt kapott a, a homoszexualitás, főleg, a leszbikusokról volt szó. Nem rossz előtélet volt, hanem ez szerintem egy ilyen, egy ilyen perverzió, inkább, hogy hogy mondjam, tehát volt egy ilyen vágybeteljesítő része ennek, nem, nem, ez nem, nem egy negatív előtéletből fakad, hanem egész más oka volt ennek, és akkor mi pont kifogtuk azokat a filmeket, amiben ez egy ilyen nagyon érzékeny és empatizáló <laughs> módon van ábrázolva, nekem az kifejezetten tetszik, hogy ez így alakult. <laughs> Igen, érzékeny, empatizáló, viszont nagyon összetett ö, főleg, főleg a Igen. tehetséges Mr. Ripley, meg a, meg a mennyei teremtmények esetén. 1954-ben járunk a filmben, és ezért most, ha megnézzük, hogy mondjuk mit mondtak róluk az ügyészek, vagy akár a saját védő ügyvédeik hát jóval inkább leegyszerűsítve értelmezték az ő motivációikat, mint akár csak ez a film, uh -huh. vagy akár csak a film mi meg tudjuk ezt tenni. Tehát nyilván mi a filmet fogadjuk be elsősorban, és a többi az sokkal inkább ugye a, eb, már ennek a szűrőjén keresztül történik, uh -huh. de hogy még így is szerintem jobb, jobb képünk van a két gyereknek a gondolkodásáról, mint a, a korábbeli ítélethozóknak egyébként érdekes, hogy, hogy azt is tudtam, hogy ez egy queer film, vagy hogy abban a, a queer kánonban azért egy fontos uh, pozíciót um, tölt be uh, és Köszönöm. hogy a film valóban ezt viszonylag expliciten uh, ki is mondja tehát, hogy van a film vége felé már van, tehát, testi kapcsolat is lesz közöttük Igen. Igen. Uh, illetve hát tényleg végig volul az, hogy a hogy az ő környezetük, a szüleik, a felnőttek, ők, 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 ők folyamatosan. Alapvetően mindent, ami így az vele, ilyen szexualitással kapcsolatos, azt már rossz szemmel néznek, tehát amikor még a még a a pólin lefekszik egy fiúval, vagy egy fiú, fiú egy ilyen ágyra járó, ő, ő, konkrétan az ágyára jár, vagy hát így bemászik mellé, a pólin mellé, és ott rajta kapja őket a, a, a család, akkor akkor már azon kibuknak teljesen de hogy egy, egy tehát hogy ez, is, ez is egy kimondott része a, a konkrét homofóbia, tehát az, hogy, az hogy, hmm. hát a, hogy a két lány túl sokat van együtt, és hogy ez már túl megy az illendőség határán. El is hangzik szerintem a homoszexuális szó is az egyik szülőszájából. Igen, igen. Különös dolog. Egyébként e az is vicces, hogy az egyik mondat még sokkal korábbi pontján a filmek, ahol még nem merül föl ilyen pár a kapcsolatban, hogy valakire azt mondja az anyuka, hogy queer. Hogy az akkor még inkább úgy azt jelentette, hogy furcsa. Furcsa, nem, nem, igen. nem volt meg ez a, a szexualitással kapcsolatos kommunikációja, vagy jóval kevésbé volt hangsúlyos legalábbis, és inkább tényleg azt jelentette, hogy ilyen különös, furcsa. És, és, a, és van egy vágás a, a Paulinra, vagyis a Melaniniszki arcára. Tehát a mm. Piterőcsek szemben már tudatosan használja a mai értelmezését a szónak, vagy az akkor értelmezését a szónak, és egy ilyen kis bűntudatos tekintete van akkor a Pólinak onnan a szónál. Mm. Ez a, az ő családi asztalon hangzik ez a kifejezés az anyjától. Ja, ja. Egyébként ez, ezzel együtt nekem valahogy a, ezekből a tárgyalt filmekből, amiket most emlegettünk, még mindig ennél. Nem azt mondom, hogy ez a legkevésbé hangsúlyos, mert hogy egyébként egyetértek azzal, amit te mondasz, hogy ez. Hogy, mert te ugye azt mondod, hogy ez az egyik ilyen alap. Vagy nagyon fontos, és nem kiemelhető része a, a filmnek az, hmm. hogy az, hogy ez egy quír történet, és ezzel egyetértek. Valahogy nekem ebben a filmben inkább az a hangsúlyos, hogy. hogy hogy ők mennyire megszállottjai lesznek egymástak gyakorlatilag odantól kezdve, hogy megismerkednek. Tehát ez a fajta ilyen obszesszió, ez a fajta ilyen sűvefőve együttlevés, hogy tényleg, amikor találsz valakit, aki így aki, 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 aki így a minden lesz számodra, és hogy itt senki mással nem foglalkozol, és hogy igen, a filmben van ennek egy romantikus vagy szexuális vetülete is, de hogy talán sokkal erőteljesebb számomra legalábbis ennek az a. Valakiben megtalálni a saját világodnak a másik főszereplőjét, és, hogy, és, és hogy, hogy a kettő kapcsolata az. Nem azt mondom, hogy hogyha nem lenne barátságnál több köztük, akkor is ugyanerről tudna szólni a film, de hogy, de hogy valamiért mégis azt éreztem, hogy nekem ebben a filmben talán az a hangsúlyosabb, hogy ők nem tudom nem az, hogy, hogy, hogy a barátságuk, csak az, hogy ez a fajta egymásra találás, ezt nem feltétlenül értelmeztem kezdettől fogva egy ilyen queer nagy egymás, egymásra találásnak, vagy egy szerelmi egymásra találásnak, vagy romantikus egymásra találásnak, hanem ez, ez egy folyománya volt, vagy ez egy, egy, nem tudom, egy bizonyos pont után már annyira csak együtt voltak, hogy akkor ez, ez egy következő olyan pont volt. <gül> 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 Nem tudom. Jó, igen, egyébként nem mindenki nézi ezt a filmet úgy, tehát nem, nem de is alaptalan ez, amit most megalapítottál. Láttam, követ, olvasoltam kommenteket a filmek kapcsolatban, és így valakinek se esett, hogy ez konkrétan egy csomó, mint nem ez, hogy leszbikus románcról szól. Tehát annyira nem tárta hangsúlyosnak az, hogy még van benne egy erotikus jelenet is, mm. vagy nem tudom, átalódta el, vagy nem tudom, de hogy így, tényleg nem mindenkinek ez a szűrője az elsődleges a filmből, vagy a filmről. És Egyébként megtehetjük mi is azt, hogy most ezt egy kicsit zárójelbe tesszük a queer a konnotációt, és függetlenül kezeljük attól, mert teljesen igazad van abban, hogy a filmet lehet simán csak úgy is nézni, hogy két gyerek mennyire egymásra talál, és az érdeklődéseik, az ő társadalmi befogadottságuk, hogyan teszi az ő barátságokat szorossá. Ez szerintem mind, nagyon érdekes, és tényleg működik a film akár enélkül is, a valóság az az, hogy a apróbejelzések alapján legalábbis mm -hmm. volt közöttük egy, mm -hmm. egy ilyen testi kapcsolat, úgyhogy ez nyilván beleket, hogy legyen a filmben, és ettől függetlenül valóban tök érdekes, hogy lehet nélkül is szemlélni a filmet. És ezekre is rengeteg példát találni a, a, a popkultúrában, mert hogy mert hogy az a, az alapkoncepció, hogy van a magasabb társadalmi státuszú. Hm, hogy hívják? Juliet, és a kicsit alacsony a társadalmi státuszú, sok gyerekes családból származó eh, Pauline, és akkor megérkezik a Juliet az világába, és tényleg, mint egy ilyen új fénysugár, így, így, így beragyogja az életét. <hül> Öm, és mind a ketten így más-más okokból, de kivannak vannak rá a saját közösségükből. Uh -huh. És egy csomó közös pontjuk van, amire ezáltal rájönnek. Kiderül, hogy mindketten beteges típusok. Mm -hmm. A juliet a, nem is tudom, már elfelejtettem, mivel volt gondja talán a lábával, a pólénak, meg a tüdejével, és ágyhoz voltak szegezve gyerekkorúban hónapokig, ami rögtön egy ilyen táptalaja az eszképizmusnak, meg a fantázia beindulásának, mm -hmm. hogy, hogyha nem tudod hogy semmi mással lefoglalni az elmédet, mert ágyhoz vagy kötve, akkor elkezdesz világokat kitalálni magadnak, meg fantáziálni. És mivel mindketten ebben nőttek fel, ez már rögtön egy ilyen kapocs közöttük, de Joliet esetében látjuk azt, hogy a szülei gyakorlatilag teljesen maguk magára hagyják őt, tehát egyáltalán nem akarják őt nevelni. Több évig ott hagyták, hogy lábadozon egy, ha jól emlékszem, akkor valamilyen szanatóriumban. És aztán a film során is van olyan jelenet, ahol így ő a filmnek el kéne mennie valami konferenciára, Mi lenne, ha én is vele tartanék, és itt hagynálak egyedül az iskolában, kedves lányom. Tehát így a minden lehetőséget megragadnak, hogy csak ne kelljen a, gyányokat, a gyányokat nevelni, kb. ezek a Juliet szülei. A másik család, nem meg inkább szerintem csak a gyerekek sokasága azok annak, hogy egy kicsit elvész a, a, a rengetegben a pólin és emiatt neki is van egyfajta ilyen magányossága a családon belül is, és aztán az iskolában is, amiatt, hogy tényleg egy ilyen zárkozottabb alak alapból is. És akkor erre rájön az, hogy, hogy ő, hamar rájönnek, hogy a, a fantáziájuk is hasonló, meg hasonló az érdeklődésük, így a történetekkel kapcsolatosan. Ugye egy hangsúlyos jelenet az, amikor rajzórán vannak, és akkor egy ilyen sárkányos, lovagos rajzot csinál a Juliet, amit a, a Paulinról kéne egy portrét ábrázolnia, de a Paulinak amúgy nagyon bejön, amit csinál a Juliet. Aztán, aztán szintén közös érdeklődés a Mario Lanza. Bár ugye itt van egy kicsit ilyen tehetséges Mr. Ripley-s hmm. izé ha, hogy a Mario Lanza rajongás miután megtudja a Pólin, hogy a, hogy a Juliet Royong a Mario Lanzáért, ott rögtön elkezdő is a vellenezeit Hát igen, ez, ez hogyha... hogyha ta, ta, meg, ha izé... bele vagy nem csak hamarodva, hanem így, így meg megszállott Így van, így van, akkor, akkor, nyilván mindent úgy akarsz majd csinálni. Meg ebben tényleg van egy, egy, picit ez a, még a film elején ez a kis hierarchia is, amit mondasz, hogy itt igen. tényleg egy, egy úgymond ilyen műveltebb, kultúrátabb közegből érkező valaki, aki legalábbis sokkal többet Tapasztalatot, mert egyszerűen több pénze volt a szüleinek, meg több mindent kapott, meg több mindent láthatott, és akkor uh -huh. ezeknek a kulturális élményeket hirtelen ő is elkezd így vele együtt habzsolni. Így van, így van, ez teljesen igaz. Ezek mindebből fakarnak, hogy, hogy, hogy így kicsit fel is néz Julietre a Pólén. Igen, meg ott egyébként még a Juliet is irányítja egy picit a közös fantáziaik, hát fantáziáikat, igen. mert ott van az a jelenet, amikor. Bocs, hogy nem akarom a gondot, félbeszakítani, csak ott van az a jelenet, amikor ilyen kis oltárt emelnek a kedvenc férfi színészeiknek. És uh -huh. akkor vagy, vagy ilyen, ilyen ö, szerelmeiknek, a tényleg a énekestől, a színészettől kezdve, nem tudom, James Mason, meg nem tudom, kik, kik szerepelnek még ott. És akkor ott van az, hogy amikor rakosgatják ki őket, és így ilyen különböző megnevezésekkel illetik, akkor a, előveszi az Orzon Welles e, fotóját a, a Paulin, hogy akkor érte is gyártjájút, és akkor a Juliet kiakad rá, hogy de nem, hát ő, 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 ő borzasztó, visszataszító, visszataszító. <laughs> és, akkor, és akkor a Paulin is e, akkor ezt egy tudomásul veszi és eldobja, tehát hogy ott, ott még a Juliet irányítja az, hogy e, hogy mi legyen az ő közös fantáziájuk, és a Póli meg lelkesen követi őt, és aztán a film második felére ez fog megváltozni. Igen. Szóval igen, nagyjából igazából ezzel akartam lezárni a gondolatmenetemet, hogy ezek azok a közös pontok, amelyek már önmagukban is elegendőek ahhoz, hogy lássuk az ő összefonodásukat. Még azzal mondjuk meg lehet tetézni, hogy, hogy, hogy a, a közös történetmesélés, ez mennyire egy inspiráló dolog, ezt szerintem nem tudom egyébként másokra mennyire igaz, de én mindig én, én tapasztalom magamon is, ugye, szoktam én is történeteket kreálni, általában szerepjátékhoz szoktam, amikor meséleket szerepjáték kalandot, akkor, mint kalandmester, akkor gondolkodnom kell, csomó, csomó sztorin, és akkor, ha a feleségemmel brainstormingolok, és közösen dobunk össze sztorikat, az mindig sokkal inspirálóbb és érdekesebb, mint ha egyedül csinálom. De például veled is volt már ilyen több alkalommal, András, hogy gyakorlatilag a saját magunk kedvéért találtunk ki a sztorikat, és mindig marha jól sikerültek ezek a dolgok. Mármint, hogy azért mind marha jó volt, az, hogy a sztori az senki nem lesz, aki megítélje, de én élveztem. Tehát de ez az fajta ilyen, ilyen, közös világépítés, ez a szerepjátékban is, meg egyébként is egyszer szeretek történeteket mesélni, csak magamnak és akkor is, és, és, ez az élmény nekem is nagyon megvan, úgyhogy ez ahogy is kulcsfontosságú a két karakterrel kapcsolatban, hogy ők ebben a fantáziában ebben úgy teljesen hogy karaktereket találnak ki, szinte a saját maguknak találnak ki ajteregókot a világon belülre. Tehát ez a fajta közös gondolkodás és közös teremtés, fantázia teremtés, ez, szerintem egy, egy, nagyon azonosulható része a filmnek. Nem mondom, nem tudom mások mennyire csinálják ezt, én nagyon szeretem, hogyha valakinek esetleg ez így nem áll közel a ényéhez, akkor is biztos vagyok benne, hogy a két szereplőnek ez a fajta közös ilyen, fantázia világ építése, az akkor is egy azonosulható dolog lesz, mert, mert azért a, a, az ilyen fajta brainstorming, az ilyen fajta ö, közös ötletelés, ez az világ, vagy a, nem tudom, a, a többféle dologban, nem csak a történetírásban, de nagyon sok mindenben meg tud jelenni. És biztos, hogy mások is tudnak ezzel az élménnyel azonosulni, hogy ez mennyire inspirál, és hogy a flow élményt is meg hogy meg egy csomó mindent, ami, ami tényleg az elmének annyira kellemes érzés. És ezt szerintem nem nehéz, vagy hát nem tudom, nem, nem egy nem egy nagy ugrás eljutni odáig, hogy akkor a Peter Jackson is valószínűleg ezen keresztül tudott kapcsolódni ezekhez a szereplőkhöz e elsőre mondjuk, vagy ez lehetett az, ami felkeltette a figyelmét. Nyilván felkeltette önmagában a figyelmét maga ez a szaftos történet, ennek a különböző vetületei, az, hogy ez ebben tényleg erőszak is van, de közben mégis egy szeretetteljes dolog, és hogy ennek a kettőnek az összeegyeztethetősége, biztos, hogy ezek is nagyon felkeltették az érdeklődését. De én azt gondolom, hogy azért itt nagy szerepet játszott a, a, a két főszereplőnek, vagy hát a, a két, a és a, a Julietnek a, ehhez a, a képzelet erejéhez, az alkotáshoz való viszonya, amiben amiben mondjuk egy ilyen azonosulási pontot tudott találni a, a, az általa írt karakterekkel. Hát tekintve, hogy a Franz friend sal mindent együtt alkot. Ráadásul még igen. <laughs> Ki a házastársa, tehát konkrétan szerelmesek egymásból. <laughs> igen. Igen, lehet valami. És hát az, hogy egy ilyen fantázia világ, amiben ilyen lovagok vannak, meg sárkányok, hát ez meg aztán a későbbi karrierét tekintve, pláne adja magát, vagy magától értetődő, hogy, hogy ez tényleg számára valószínűleg egy ilyen azonosulási pont, vagy a számukra, mert szerintem ebben a felmós is benne van, azonosulási pont lehetett, ez tényleg így van. Ez jó. De egyébként a magáról a történetről volt, azt hiszem, színdarab előtte, uh -huh. non-fiction könyvek, tehát ilyen tényregények is megjelentek a témában. Uh -huh. Meg ugye a újságcikk, már maga azért a hogy lehozta szóval, ez tényleg új egy, egy ilyen ismert dolog volt. De tényleg ettől független látszik, hogy nem úgy álltak hozzá, hogy most akkor egy tárgyilagos bemutatót csinálunk a Új-Zéland nem tudom, kulturális történetének egy fontos mérföldkövéről, hanem ez egy, ez, egy, ez egy személyes történet. Mm -hmm. Teljesen igaz. Igen. Szerintem akkor beszéltünk egy kicsit arról, hogy még Peter Jackson mit vitt bele rendezőként <hums> jó, ebbe jó, a rendben. filmbe, hogyha elkanyarodhatunk mm. ebbe a színányba. Jó, jó. Mert, mert ahhoz képest, hogy ezt a filmet tényleg nem kellett volna feltétlenül ennyi eszközzel megrendezni, azért ebben nagyon-nagyon ebben, ebben nagyon -nagyon ez sokat, a film ez, nagyon ez sokat beletett. <laughs> ez, 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 ez minden minden téren, minden tekintetben meg van rendezve ez a film, nagyon is. <laughs> Egy gyakorlatilag szerintem nincs benne egyetlen olyan közel is, amire ne ilyen, ilyen, ilyen kígyózó kameramozgással ö, ö, ostromolnánk rá, tehát hogy <laughs> ez a kamera nem <gül> így <laughs> ráközelít a szereplők, hanem megtámadja őket, és hogy ilyen folyamatosan ilyen, kb. mint a mondjuk a Sam nek a korai filmjei, az, vagy az Evil dead nekem az adott eszembe róla, hogy így, 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 siklik a kamera, rohan, ilyen elképesztően dinamikus, pedig igazából nem látunk más, csak nem tudom, két gyereket szereplőt, akik így, nem tudom, együtt kalandoznak, meg rohangálnak az erdőben. Igen, egyetértek, nekem is egy eszembe jutott a szemrémi, mert tényleg konkrétan van is egy pár olyan jelenet, amikor így a föld közelében siklik a kamera, és ezzel a szokásos, vagy jól felismerhető ilyen kézikamerás Gördülékenysége vagy lebegő érzéssel síklik a kamera, ez teljesen igaz. És az a, ez a dinamizmusa, meg ez a hiperaktív kamera kezelése, ez meg aztán tényleg uh, kiemeli a filmet a, a kosztümös, veretes filmetnek a, a, nem is tudom, hogy mondjam, ilyen elemeltségéből. És a, a költön ennek a filmnek egy olyan dinamizmust, egy olyan fiatalosságot, egy olyan lendületet, ami, ami, sokkal elevenebbé teszi, és mondom, ez is azt szolgálja a számomra, hogy még jobban a gyerekek fejében legyünk, Abszolút. mert hogy ők aztán, főleg ezek a kamaszok 15-16 évesek, nagyon izgálgák, elevenek, uh -huh. folyton elvándorol az elméjük, a fantáziájuk, és ez tök jól sugár az a számomra ez, a, ez az eleven kamera igen, teljesen. Amúgy egyetek. meg tényleg olyan, mint a, tehát ugye, én nem gondoltam volna, hogy ennyire gyűrűkúrás lesz a Peter Jackson egy korábbi filmje, de hogy az összes kamera mozgás olyan, hogy most az meg bármikor felbukkant az egyik sarkon egy nazgul olyan izé, tehát a gyűrűk tényleg az erdei jelenetekben, amikor így a, futnak a hobbitok a az ösvényen, ott vannak ilyen kameramozgások. Tehát nagyon szereti ezt a Peter Jackson csinálni, csak később kicsit jobban visszafogja magát, de, de tényleg pont olyan sem volt, mint ezekben a leg nagyon dezorientált, nagyon zilált jeleneteiben, amikor üldöznek valakit a urában, az urában, az, azokban mindig ezt csinálják. Mm -hmm. Igen, és nagyon érdekes, hogy eb ebben a filmben vannak konkrét fantázia jelenetek, de hogy még mielőtt ezek a fantázia jelenetek megjelennek, már az előtt is mindent nagyon hasonlóképpen vesz fel. Tehát, hogy a, a, ahogy mondod, a valóság maga is annyira eleven és annyira dinamikus mm -hmm. és annyira sodró lendületű a főszereplők számára, mint, mint aztán a képzetbeli világaik, de hát tényleg van, van az a snit, ahol először jelennek meg ezek a, ezek a figurák, ezek az ilyen képzetbeli ennek a talán Boróviának, vagy valami ilyesmi a, annak az elképzelt királyságnak a neve, amit kitalálnak, <laughs> Aha. amikor egy homokvárat építenek a tengerparton, és akkor a kamera így bevegy a homokvár kellős közepébe, és ott körbe, körbesvenkel, és akkor ott közben benéznek az óriás arcukkal az Melanilinszkék, ez fantasztikus. Én szerintem egyébként az az első, szóval időrendben legalábbis az első Alkalom, hogy rejtett vágásokra van Ö, Aha. példa, vagy arra az, az kerül sorra. Aha. Tehát a, a, ahogy a kamera besiklik magába a várba, a képtelenség, hogy beférjen a várnak a kis kapuján a kamera, ezért ott tök ügyesen tök jól elrejtő, de csinálják azt, hogy van egy rejtett vágás, az ajt a kapujában a várnak, és azon a kapuján túlról folytatódik az a szinte teljesen organikusan az a kameramozgás, és hogyha nem lenne egy icipici elmozdulás a kamerának a utolsó kép, meg a következő felvétel első képek között, akkor szinte észrevehetetlen lenne, hogy ott van egy vágás, és akkor így tudják megoldani, hogy a kamerát gondolom teszik a bárkapott túlsó felé, és akkor nem folytatódik a mozgás, de hogy ez kétszer vagy háromszor történik, mert még fel nem ér a, vár, a hamokvárnak a tetejére a kamera, de hogy olyan szépen vannak elrejtve, hogy mondom, ez szinte így betudható, ha az ember mondjuk streamingen nézi, akár az is lehetne, hogy csak azt hiszi, hogy ezért döccent az interneten, vagy nem tudom, mert annyira ügyesen megcsinálták tényleg. <laughs> és, és hát elképesztő tényleg ez a, ez a bravulé, de le, nekem is ebből a szemrémi be, hogy ő az, aki így bravulózik a minimális költségvetéseiből. Yeah. És egyébként meg a, már a scriptben megjelentek ezek a dolgok, tehát igenis hangsúlyosan tényleg a karakterek uh -huh. külső virágen, vagy a lelki világának az externalizálására szolgál, már hogy már benne volt a script megírása során is, hogy itt most azért is azért kell kocsizni, mert a, hmm. nem, nem így volt leírva, de hát a jelentek a leírásában benne volt, hogy itt most kocsizni fogunk, és, és ez nem, nem volt helybe találtak ezeket a Peter Jackson, hanem, hanem szerves része volt mondom a történetírásnak. És később is tök jó játszik azzal, hogy ezek a Ezekben az elképzelt jelenetekben mondjuk a, ezek a kitalált ilyen agyakfigurák, ilyen ezek vagy ilyen homokfigurák, uh -huh. ezek mikor kinek az arcát viselik, hogy amikor így tényleg azt képzelje el, hogy, hogy, hogy valamelyikeket úgy tudja megölni, a, a, nem tudom, van egy jelenet, amiben így valamelyikük így megbotlik, és akkor utána így a vasrácssal így lefejezi, akkor azt hiszem, hogy pont talán, talán annak a srácnak az arcát képzeli oda, aki, a, Lehet, aki igen, ott a, igen. a Polinék házában e, lakik. Tehát, hogy vannak ilyenek, amikor így vannak ezek a, a karakterek a, a, a Polinék elképzelt mesevilágában, van három fő karakter, a, nem tudom, a szerelmes pár, meg az ő, nem tudom, örökbefogadott, talán gyerekük, aki ilyen, aki ilyen vérengző, aki mindenkit aha, megöl, aha, és aha, akkor aha, őket aha. így elképzelik, de néha így így áttranszformálódik az arcuk olyas valakivé, aki így az ő életükben szerepel, tehát hogy az, az is így folyamatosan változik, meg, meg az orzon be lesznek a, a, az arca is, ahogy később megjelenik különböző Igen. pillanatokban, de hogy, de hogy ezek ezek tényleg ilyen metaforáként is tök de de egyébként meg ténylegesen tök jól néz, kinéző ilyen környezeteket teremt ezzel, és aztán ez a film vége felé is van, amikor megérkezik a, a erre az utolsó pár hétre, amikor oda költözhet a, a, a Julieték házába a Paulin, és akkor megérkezik, és így lejön egy ilyen gyönyörű, ilyen már-már estei ruhában a Juliet, és akkor rögtön elkezdenek keringőzni, és a kamera is elkezd így körülöttük forogni, és akkor egyszer csak már így benépesítik az ő képzeletbeli teremtményeik azt, hmm. azt, a, azt a házat. Szóval, hogy egyre inkább elmosódik a határ így a valóságban a képzeletük között. Attól függően, hogy éppen milyen érzelmi állapotban vannak. Igen, tényleg. Nagyon igaz. Ezt nem is tudok igazán hozzátenni semmit. Szerintem tök jól összefoglaltad ezt a, az aspektusát a filmnek. Én meg voltam nyugvízve egyébként ettől az egész ilyen teremtett világtól, hogy mennyire sok időt időzünk Igen. ebben az ebben a alternatív kreált univerzumban, mennyire szépen ki van dolgozva. Tetszik az is, hogy mennyiszer fordul elő az, hogy látjuk konkrétan, hogyan ötletelnek, hogy szerintem minden kéne történni a szereplőkkel a későbbiekben, uh -huh. és igazából ez sokszor valójában az ő életük, meg az ő vágyaiknak a manifestálódása, ahogyan a valóságban is nagyon sokszor zajlik az írás, de főleg egy kamasz esetében tényleg így zajlik az írás, szóval de nekem kifejezetten tetszett. Igen, és az is tetszik, amit hát már többször említettél, hogy mennyire fontos ez, hogy mi a szereplőknek a fejében, vagy az ő szemükkel lássunk mindent, hogy ahogy a ahogy a felnőttek, felnőtteket szemlélik, hogy, hogy ugye nagyon ilyen sarkítottan tekintenek így a saját szüleikre, tehát a, ja. ugye, a, ugye a Julietnek az anyukája az sokáig egy, egy olyas valaki, aki, akinek a szeretetére nagyon átsingózik a Juliet, és akkor ezért megvédi őt, de aztán amikor leleplezi mm. azt, hogy szeretőt mm. tart, akkor onnantól kezdve ugye ő már ilyen, Kvázi ellenség lesz, és, és, mm -hmm. pont, és a, az apját viszont akkor így elkezdik közösen idealizálni. Tehát ő lesz a, a szegény, szerencsétlen, szenvedő fél, akit igazából, aki tökéletes, aki nem hibázik, aki egy ilyen szeretetreméltó valaki, tehát hogy ő lesz yeah. a jó felnőtt, yeah. 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 A, a, egy áldozat, és a, a polinnak az anyja pedig ez szemben egyre inkább egy ilyen villan szerepet kezd betölteni, az főleg a Paulinnak a. a, a, a szemléletében, vagy a nézőpontjából. Igen. igen. És hogy a film azt aztán nagyon ügyesen ö, dolgozik azzal, hogy hogy láthatja azt, hogy mi miért ö, látjuk ilyenek, viszont fontosan érzékelteti közben, hogy amúgy ő nem egy szörnyetek, hogy nyilván uh -huh. vannak ilyen igaz. Ö, szűklátókörű szemléletei, meg van, van, van olyasmi, amivel tényleg árt a gyerekének, de hogy igazából csak egy egy, egy anyuka, aki próbál, a tőle tehető legjobban próbálja felnevelni a gyerekét, és, és közben, tehát, hogy se nem idealizálja, se nem. Ö, se nem. Ö, nem veszem ennek az ellentét, a, ez a szó most hirtelen, de hogy nem próbálja ilyen le, nagyon gonosz ö, értem. színbe se feltüntetni. Ö, mm -hmm. Biz, biz, sem igen, szó, de hát ez a Valami ilyesmi, igen, de, hogy, de hogy, az, az egyértelmű, hogy hogyan látja őt a Pólin, és hogy ez mennyire uh -huh. fals ez a kép. Uh -huh. És ugye ez például nem használ ilyen nagyon, tehát ha már fantázia jelentek, akkor használhatna ez ilyen nagyon egyértelmű eszközöket a Peter Jackson, hogy nem tudom, a amikor a rá gondol, akkor megjelenik ilyen, nem tudom, demóna-szerű és minkel az anyja, tudod, hogy így-hogy így nagyon gonosz, ja, de, ja. hogy, de hogy ez nem történik meg, hanem hanem a, a Menalinszkinek a, a, az alakításán keresztül látszik, hogy ő milyen sötét tekintettel néz rá, és, és ebből nekünk is lejön, hogy ő hogyan látja, és mennyire sarkítottan látja ezeket a felnőtt szereplőket, akik körülveszik őket. Pedig tényleg azt látjuk, hogy a Julietnek a szülei sokkal inkább ilyen elhanyagolók, és sokkal itt uh, so, ítélkeznek olyan hogy rosszabb szülők, tehát Ilyen. hogy sokkal, sokkal inkább jogos. Uh, lehet az ő viselkedésükben, vagy a cselekedeteikben uh, találni problémás dolgokat. Igen, szerintem is. Van az a tök hogy hát a Pólin apukájával amikor egy halba énekel... <laughs> szerintem. rohadt jó szerintem Igen, ő csak ilyen, is ilyen, ilyen kínosak ilyen cringe, apuka a humor meg ilyen kellemetlenek és nyilván tehát tényleg így a, a homofóbia mint egy, mint egy olyan réteg az, az, az nyilván egy olyan Ingen. dolog, ami azért egyel túlmutat a, a kínos, kellemetlen ö, idegesítő szülőknek a, a képén, de hogy de hogy nem nem egy, nem egy ilyen szörnyen bántalmazó, ö, gonosz szülő Egyetértek se. Egyetértek. Egyetértek. És ez szerintem nagyon megint egy jó arányérzékű döntése az írópárosnak, Walshnak és Peter Jacksonnak, hogy hogy így ábrázolja a szülőket mind két esetben, de hogy a gyerekeket és ezzel teszi helyükre, hogy tudjuk értelmezni a nyelteket az ő keresztül, tudjuk, hogy ők ez hogyan élik meg. Azért egy gyerek fejében, vagy egy fejében főleg rengeteg érzelem dúl, sokkal inkább látja kisarkítva a világot, sokkal inkább látja binárisan, fekete fejében a dolgokat, és emlékszem, hogy hogyan viselkedtem a szüleim annak idején. ezek minden felmentések a, a gyilkosok számára, ők tényleg elkövették a gyilkosságot, ezzel nincs mit vitatni, és ezt a film is ugye elég nyersen bemutatja. Szóval ezek mind szerintem nagyon helyükön vannak. Ami még eszembe jutott ezzel kapcsolatban, ami mindenképpen beszéljünk először a, a Peter Jackson rendezői húzásairól. Egyrészt ebben is ez is meg sikerül rengeteget gyönyörködnünk az új zélandi tájakban, <laughs> ami egy érthető módon visszatérő eleme a Peter Jackson filmeknek, hiszen a két későbbi trilógiája az új való utazgatásról szólt tulajdonképpen. <laughs> De mondom, ez a, ez a kameramozgás, ez rengeteg szer követ futó, vagy gyorsan szaladó, vagy gyalogló karaktereket, tehát ugye az egész ilyen, ami a gyűrűkörában végig zajlik, az, az, itt is nagyon hasonló képekkel van megoldva a speciális effektusok iránti bonzerő, az nem csak a gyűrűk korában jelölik meg, hanem a komplet karrierjét végig kíséri Peter jackson -ok, az első filmjeitől kezdve, tehát már a, már a, a, nagyon minimál pénzből készült korábbi horrorjai, de elsősorban, amire én emlékszem, az a halál, hullajó, akarom mondani, a hullajó, tehát a Brain Dead című filmje, az is ilyen nagyon különleges, béres, praktikus effektekkel van tele, tehát az rengeteg benne a különféle maszkmesteri trükk, és a, az ezt követő filmje, a Michael J. Foxos, az meg egy normál fantasy tulajdonképpen, mindjárt szembe mi a címe, a, nem sokkal ezután készült, a The Frighteners, az, az már ugye Amerikában, vagyis tudomásom szerint ott készült, abban már rendesen vannak, azt hiszem, szellemek, CGI-jal, vagy nem tudom, hogyan megoldva. Tehát ö, ö, tényleg komolyan rajong a speciális effektusokért a Peter Jackson, és így minden egyes filmje igazából tényleg egyre közelebb viszi őt ahhoz, hogy a Györök elkészítse. Még így is hatalmas ugrás bárkinek a karrierében a, a gyönyörű egyben történő leforgatása. Abszolút. <laughs> De hogy látszik, hogy nekünk ezek a megszállottságai, ezek az érteklődéseim már itt bőven megvoltak a karrier elejétől kezdve, csak a a, 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 a módszerek megvoltak a szándék meg volt, csak az eszközök nem voltak meg hozzá, hogy megvalósítsa őket. De, 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 de tényleg látszik minden nyoma ennek. Igen, és hát érdekes az ő karrierjének az alakulása és azért, hogy picit ő is abban hmm. a csaptában esett bele, mint a Robert Zemeckis vagy a Tim Burton, hogy így egyrészt a saját esztétikájába, vagy az angli vagy az, angli, vagy az angli, részben a saját esztétikájába, lesznek szerelmesek ezek a rendezők, de sokkal inkább arról van szó, hogy a technológiai adottságoknak a, a kimerítetetlen tárháza az, amiben Én. ők elvesznek, vagy az, hogy hogy a, ezek az ilyen technológiai újítások, kísérletezések azok, azok így tehát elvesztik az uralmat a, a a történetmesélés fölött ö, ezeknek igen. a, ezeknek a bűvkörébe esve, és hát Peter Jacksonnal is, ö, is ez történt meg. Én ugye nem láttam a, a, a Lovely Bones című filmjét, mert az volt egy ilyen kísérlet még arra, hogy egyébként egy hasonló ö, visszáblépjen, és egy családtörténetet egy tragédiával meséljen el, ahol ilyen traumákat dolgoz fel, ahol ilyen traumatikus igen. dolgok történnek a főszereplővel, és ott, és is, ott ogya... is a... főszereplő a gyerek igazából, vagy hát részben a social Ronan által a, a teenager az egyik főszereplő, csak é. ott is van egy, egy történet ott is van egy tragikus igen, igen. Szóval igen. és ott is, is fantázia és valóságnak a, a találkozásával, igen, tehát hogy volt egy ilyen kísérlet, hogy visszatérjen ehhez a léptékhez, uh -huh. én nem láttam azt a filmet, de hogy azért uh -huh. a kritikai visszhangja az inkább arra enged következhetni, hogy nem sikerült ott már ezeket a tónusokat, meg ezt a kötéltáncot olyan jól járni, és hát aztán tenni a hobbital végleg igen. el is, el is veszett. Volt még ott egy King Kong is, amit rendezett, ott ugye valóban szintén a praktikus effektesokkal, meg a CGI-jal való megszállottságát mm -hmm. és aztán az utóbbi időben meg ezeket a archív felvételeket festővel a különböző kreatív módokon, mint a They Shall Not Grow Old, vagyis hú, milyenek a magyar címe. Szóval ez a világháborús Igen. archív felvételeknek a digitális felújítása és, és hangkal való felturbózása, valamint a The Beatles... Get Back című produkció, ami azt hiszem egy három részes Apple mini az, ha jól emlékszem, és akkor a, az ő egyik, a Beatles egyik utolsó albumának, vagy, lemeze, vagy, vagy, dalának az elkészültét dokumentálja. Ez meg egy ilyen újra összevágott dokumentumfilm igazából, amiben szintén engedek szerepe volt a nyersanyagnak a uh -huh. digitális remaszterelésének. Szóval megint csak így a technológiával, meg a bügyköléssel és a, Igen. És a nem tudom, a részletekbe való elmerüléssel van elfoglalva Peter Jackson az történet helyett. Igen. Igen, kicsit szomorú vagyok, hogy vannak, vannak, alkotók, akik így ponton kifogynak a mondani valóban, vagy a franc tudja, és akkor a filmkészítésnek a másik oldala felé fordulnak, ami meg a technikai aspektusa, hogy abban látják a kiteljesedést, vagy a marad, nem tudom, a, 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 abba kényszerülnek bele, hogy azzal foglalkozzanak, mert a saját ötletük elfogyott, vagy nem tudom, én ezt így tudom értelmezni igazából. Aztán vannak rendezők, mint a Ridley Scott, aki ne, nem, nem, olyan fontos a, nem tudom, a, az megvalósítás és akkor ő csak egy jó skriptet vár, vagy, vagy irat, és akkor szinte bármiből csinál filmet, ami, ami elé kerül, jó formán. <laughs> a kicsit is érdekli. Nála is persze megvan a szokásos ilyen technikai, ha nem is megszállottság, de azért egy, egy érdeklődés és akkor a különböző invenciókkal igyekszik azért a filmjeit megtámogatni, tehát mindig van valami új technológia adottsága, szinte minden filmjének, tehát mit tudom én, az Alien, a Prometheusban a digitális kamerákat tolta el a falig, tehát mindig van valami nála is, de azért, azért egy egész kicsit, egy kicsit más utat választ azzal, hogy ő beáll egy ilyen nem tudom, megrendelhető rendező, vagy nem tudom, kategóriába, akinek nem a szerzőiség a fontos, és közben itt vannak az ilyenek, mint az Ang Lee, a Peter Jackson, vagy akár Tim Burton, akik meg azért mégiscsak, jó, a Tim Burton azért sokat rendez olyan filmet, ami szintén megrendelésre készül, de egy Ang Lee, meg a Peter Jackson tényleg tök jól hogy így ugyanúgy Ugyanazok a dolgok mozgatják őket, ugye a high frame rate, tehát a nagy kockos sebesség, vagy hogy mondják ezt magyarul meg a, meg a felbontás, meg a digitális kamerák lehetőségei, de hogy igazából mondani való, vagy ötlettel, vagy történettel már sokat nem tudnak kezdeni. Már a hobbitban is kiégett a Peter Jackson, és, 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 és az Anglinek is már rég meg volt szerintem ez a fajta kiégése, hogy, hogy már nem tud elegendő kreatív energiát összecsiholni az, hogy mondjon valamit, csak a, a technológiai aspektusával van elfoglalva a filmkészítésnek. Hát kicsit ezért szó, ezeket szomorú látni azért. Ja. E -e még mindenképpen beszélünk majd az pár szóban ugye a, a valós bűnügynek a az utóéletéről, de nem tudom, mm hogy -hmm. a filmmel kapcsolatban van-e még, amiről mondjuk nem beszéltünk olyan. Igen, még egy-két dolog. A Peter Jacksonhoz kapcsolódik az is, hogy szintén egy ilyen hát nem nagyon jól alátámasztott megfigyelésem, hogy önálló azért mindig van egy ilyen iszonyat crescendo. Tehát ő szereti a vért, főleg a korábbi horrorfilmjében, de a, a, az, hogy egy ilyen erőszakos csúcspontja van a filmnek, Aha. amiben egy mészállás, vagy, vagy, a nem tudom, grandiózus gyilkosságok történnek, ez, ez szinte visszatérő elem, és egyébként nem is véletlen, hogy a azon túl, hogy a naplóban valószínűleg szerepelt, a, a, a harmadik embernek a felbukkanása, ami szintén egy ilyen hosszú-hosszú felépített, üldözéses jelenet, aminek a vége egy nagy-nagy gyilkosság. Uh -huh. És ezzel egy szépen megölelegezi azt, hogy mi lesz ennek a uh -huh. befejezése, ahol szintén igaz, hogy nem egy alagútrendszerben bolyongunk, hanem de erdőben, uh -huh. de nagyon hosszasan közben megy ez a nyomasztó zene, uh -huh. és, és a vége az, hogy, hogy rendkívül véresen meggyilkolnak valakit. Mert mi volt egy másik vakfolt amihez kapcsolódik ez a film, szerintem erőteljesen, és ez nem egy direkt kapcsolat, mint amilyen a Harmadik ember, ami meg is idéznek a filmben, vagy látjuk is, hanem csak egy tematikusan, hogy az le, hogy a, a, az 54-ben történet, hogy a 10 évvel vagyunk ugye volt a világháború után, még hogyha egy olyan országban is járunk, ami ezért többé-kevésbé ki van ebben maradva, hogy a, a világban akkor volt egy jelentős átrendeződés, egy váltás, egy társadalmi átrendeződés, amiről már egyszer diskuráltunk sok-sok évadal ezelőtt, ez a Haragban a világgal című filmben ö, került szóba, és az angoló című, angol, a Rebel Without a Cause, az a James Dean nevével filmjelzett 50-es évekbeli film, amiben rengeteget beszéltünk arról, hogy az 50-es években alakult ki a tinédzserek első generációja. Tehát ez a fogalom, hogy tinédzser, addig nem volt, mert vagy gyerek voltál, vagy azonnal menti felnőttnek, mert besoroztak a háború, vagy valamit, tehát dolgozni kellett, vagy akármi. De ez, hogy tinédzser, akinek még nem kell dolgoznia, de már nem kisgyerek, ez egy teljesen új fogalom volt, hogy vannak önálló gondolatai, önálló akarata lehet neki, hogy ezt, ezt, akkor kezdték el felismerni. És ebben a filmben meg ugye deklaráltan 15-16 évesek a szereplők, és a tínédzser nem csak hogy megszületik, mint fogalom, hanem ez a, az identitás, hogy létrejön, ez egyből egy ilyen elhelyezkedési nehézséget is szül, hogy ők nem találják a helyüket a világban, hiszen eddig ők nem léteztek, nincsen rájuk szó, gyakorlatilag nincs, nincs nem tudják őket milyen kontextusban, milyen keretrendszerben kezelni az emberek, mert egy új társadalmi kategória jött létre. A szüleik sem tudnak velük mit kezdeni. Jó, ezzel a két főszereplővel egyébként se, tehát ez már egy, egy, egy probléma velük kapcsolatban, főleg a Juliet-tel, hogy elveszett gyerekek, de hogy az ő életkorukban egyébként ez egy általános probléma minden tínédzserrel, hogy lónak a levegőben, van egy ilyen elveszettségük, beilleszkedési nehézségük, frusztrációjuk, és ez tök jól nem tudom, teljesen árnyaltan, vagy, vagy nem direktben kimondva, de ez a film is felidézi, amit a haragban a világgal, meg direktben elmagyaráz a nézőnek. Úgyhogy ezekről még mindenképp akartam ja, beszélni. nagyon hogy jó, hogy, hogy mondtad. A, hogy ez, ez feltűnt. És akkor szerintem igen ideje beszélünk egy picit a, 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 valós dolgokról, meg, a, meg aztán a még egy pici pár gondolatot beszéltünk persze a színészekről, meg egyéb dolgokról hm. is. Ja, ugye a, a gyilkosságot követően ugye, bíróság elé állították a két uh, főszereplőt, tehát a Pauline és a Erről ugye beszámol a filmnek ez az utolsó pár, ja. néhány ilyen felirata is. Ez ja. érdekes, hogy a, az, a, az ügyészek így fogalmaztak a gyerekekről angolul. Van meg az idézet, hogy Precocious and Dirty Minded Girls precocious, az... Kora érett hát, talán, vagy ilyen? Hát, hát igen, igen, hát igen, valami ilyesmit jelent, igen. És a dirty minded meg ugye, hogy nem tudom, piszkosak a, uh -huh. piszkos fantázián, Igen. Most ez alatt azt értik-e, hogy ők a gyilkosság miatt dirty minded vagy amiatt, hogy egymással uh -huh. mit csináltak? Nem derül ki. De hogy ez a lényege az ő megalapításaiknak, az ő vérek meg azzal vérekeztek, hogy terembe betegek. Tehát, hogy ilyet nem csinál normális ember. Igen. Egyik sem igazán pozitív. Ne, határozottan nem. És hát aztán nem állta meg a helyét az insane vád, ugye ez volt a ügyvédi álláspont, hogy ők felmentés kell kapjanak, mert ő elmebetegek, de Igen. ez aztán nem is állta meg a helyét, és nem is volt igaz valóban. Az volt a szerencséjük, hogy még kiskorúak voltak, és azért halálbüntetés nem tudtak kirúni rájuk, úgyhogy így öt 5 évet kellett börtönben tölteni, különböző börtönökben, tehát ez ugye a filmben is szerepel már, hogy ja. nem ö, ja. nem találkozhattak. Egyébként az elfogásokkal kapcsolatban meg az volt a történet, hogy visszarontak ahhoz a teázóhoz, ahol előzőleg egy picit teáztak az anyjukkal, az Apolin anyjával, bocsánat, és akkor a teázó tulajdonossal megnézte, mi történt, és hát egyből feltűnt neki, hogy ez nem csak úgy elesett ez a nő, azt mondták a lányok, hogy csak elesett, elbotlott, vagy leesett egy korlátonát, hanem nagyon sokszor be volt verve a feje, és akkor mióta a gyerekek hát nem tudnak ugye igazából jól hazudni, meg nem is tervelték, hát, tervelték ki annyi a dolgot, szóval nem, nem, tudták tisztára mosni magukat, de a különböző vallomásaik miatt végül is első csak Paulint uh -huh. kapták el, vagy csukták le, mert mert a Juliet azt mondta, hogy ő elment akkor egy kis időre, és csak arra jött vissza, hogy a Paulin már leütötte az anyját, de időközben egyébként a Juliet szülei mm, miután a rendőrök oda telefonáltak, hogy jönnek a Paulin, hogy a Julietet kihallgatni, átnézték a Julietnek a naplóit, és abból kiderült, hogy már ezt régóta tervezték, Juliet szülei ezt azért titkolni a rendőrök előtt, szóval a Juliet egy darabig szabadlábon volt, csak aztán Paulin, aki Előzetesben ült, elkezdte a börtönben írni a naplóját, vagy folytatni a naplóját, és ezt meg elolvasták a rendőrök, és abból megint csak azt látták, hogy hát a Gyuri, abban abba már ők egyértelműen látták, hogy a Gyulia is be volt ebbe avatva, uh -huh. és akkor ezután visszamentek nyomozni a két gyereknek a naplóit, és jöttek rá, hogy Juliet is még így be volt avatva a tervebe, és akkor lecsültek őket, és akkor először az előzetesben még együtt voltak egyébként egyszer Aha. Rában, és az egész tárgyalás alatt ők így mosolyogtak, meg egymásnak folyton sutyorogtak, uh -huh. és akkor az ítélet hirdetés akkor is volt egy ilyen emlékezetes pillanat, hogy nem egymás közelében ültek, de egymásra néztek, és akkor némán volt valamit a Juliet a Paulinnak, és elmosolyodott. Tehát így, ők így az egészet akkor még mindig nem fogták fel valószínűleg teljes egészében, vagy valahogy úgy elzárták, hogy nekem ilyen nem tudom, de, de ilyen érdekes volt az ő akkori viselkedésük, ezt, uh -huh. ezt el akartam még mesélni. Uh -huh. És akkor kellett folytasd. Ja, igen, igazából a, a Polinról sokkal kevesebbet tudni, tehát róla, róla azt lett tudni, igen. hogy ő egy, egy ilyen, hát mondhatni, remete életet élt így ezután, tehát egy új-zélandi kis falucskában töltötte, a vagy kisvárosban töltötte a, 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 az élete nagy részét. És Aztán végül amúgy ő Angliába a, költözött. Igen, igen, igen. Jó, és hogy lovard, lovardát Igen. vezetett és lovadni, lovagolni tanított gyerekeket, ha jól tudom. Igen, és ő is, és a Juliet is új néven euh, élte az élete hátralévő részét, vagy további részét. Igen. Igen. E, ami, ami nagyon érdekes, hogy a, a, a Juliet ő az új új nevén, az N Perry néven e, híres regény, vagy hát nem tudom, hogy ennyire híres, de regényíró lett, és hogy rengeteg ilyen detektív történetet írt címek meg leírás alapján kicsit ilyen Agatha Christie jellegű hmm. tűnnek ezek. Abszolút, abszolút. 1959-ben szabadultak, ahogy jól és 79-ben jelent meg az első könyve, tehát 20 évvel a szabadulása után. Egyébként neki is így érdekesen alakult a, a az életpályája azután, hogy kiszabadult, mert nem egy, látjuk, hogy nem egyből csoport fel a regényírónak. Tehát mm, Először ő is kereste a helyét a világban, és a Sam Stewardess kedett egy darabig, és így bejárta a világot, ugye kapott útlevelet a munkahelyén révén, uh -huh. és akkor amíg, Amerikában kötött ki, ahol konkrétan mormon lett, <laughs> belépett a mormon uh -huh. egyházba, és aztán évekkel később meg letelepedett Skóciában. És már ott élve, ott élve jelent meg ez az első regénye, amiből egyébként lett tévéfeldolgozás is, tehát nem teljesen elfelelődtek ezek a könyvek, és több mint száz története van. Elképesztő, igen. Csomó, igen, nekem is az Agatha mert hogy kettő vagy három szériája van, tudod, amelyeknek ugyanaz a főszereplője, mm -hmm. ugyanaz a nyomozó, vagy esetében nyomozó páros, és e, közöttük tényleg van több, ami. Hát, ha nem is beszéled, az a krimik között jegyzett, meg van ez az Agatha díj, azt úgy hívják, e, vagy nem fog eszembe a díj nevet, de hogy a krimik írók a díja, abból ő kettőt is megkapott, tehát az egy jelzett író volt abszolút, és és több sikeres regénye is volt, tehát egészen 2023-ig jelentett Igen. a könyveink. És, és azt a hiszem, hogy konkrétan a, a, a 90-es évekig, tehát a mennyi teremtményekig nem ö, lehetett tudni róla, hogy ő a, ő a Juliet, tehát hogy akkor, akkor nem gondolom újságírók, vagy nem tudom, valakik akkor elkezdtek nyomozni a film... utána. A filmnek ugye a megjelenése az nemzetközi érdeklődést Igen. teremtett körülöttük, mert addig tényleg csak új voltak ismertek, és akkor egy amerikai újságíró a pár hónap alatt a film megjelenése után kiderítette, hogy az Anne Perry az a uh -huh. Juliet Hume valójában. És aztán utána még jóval később derült csak ki a kiléte a pólinnak Igen. Ez, ez, ez egészen közelmúlti, kellett arra várni, hogy ő, ő, ő is lelepeződjön, úgymond. Igen. És elméletileg ténylegesen semmilyen kapcsolat nem volt köztük semmilyen így, módon. Ezt így az tudni. Óta. Így tudni, igen. És a Zen Harry azt tavaly hunyt el, uh -huh. majdnem napra, pontosan egy évvel ezelőtt, amikor az adást felveszük, április 10-én, uh -huh. úgyhogy neki már nem fog több regényanyag a a Pauline, aki meg um, szintén fel van írva valahova nekem az ami aminél Hillary Nathan, ő még mindig él, 85 éves, és ő nem nyilatkozik, Tehát az N. Perry, ugye, mivel ismert Igen. szerző, ezért már a leelpleződése után, még mindig azon, azon túl, még mindig 20 éven keresztül, sőt, 30 éven keresztül dolgozott. Tehát elkerültetlen volt, hogy interjúkat adjon ahol már számon kérték, vagy kérdezték őt mm -hmm. a, a, múltjáról, hiszen 94-ben kiderült az ő valódi kiléte. Úgyhogy ő beszélt arról, ö, muszáj volt neki, hogy, hogy, hogy ezt hogy élte meg, és ő például azt mondja, hogy ez az Anne ről beszél most, a Julietről, hogy ő ezt Anne gondolja, hogy lelepleződött, mert nagyon sokat tett azért, hogy egy tisztességes tagja legyen a társadalomnak, és ez veszélybe került, amikor lelepleződött, és mások átértelmezték az életét, tehát hogy nem, 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 tudta elmondani a saját igazát, ami már egyszer megtörtént vele a magá a bíróságon is, ahol gyerekként egyszerűen nem is hagyták hogy szóhoz jutni, tehát nem mondhatta el a saját álláspontját, és ő azt mondja, hogy az N. Perry akkor azt mondta pontosabban, hogy ő nem magától tervetek egy gyilkosságot, vagy nem ő volt ennek az egésznek az esze vagy a, a, a mozgató rugója, hanem azt érezte, vagy azt úgy, úgy értelmezte ő, hogy a Pólin öngyilkos lett volna, hogyha nem ölik meg az anyját. Mm -hmm. Tehát a Pólin ezt többször is hangsúlyozta neki, hogy ő az öngyilkosság szélén, azal, az öngyilkosság szélén áll, az a kacsérkő. Azt mondta róla, hogy bulimiás tünetei voltak, mert hogy akármikor evett, akkor ő hányt utána, uh -huh. és egyfolytában arról beszélt, hogy ő nem tud így tovább élni. És akkor őt ezért, tehát ő az emberi azt mondja, hogy ezért segített neki megölni az anyját, mert vagy a Pólin hal meg öngyilkosságban vagy az anyja hal meg, mert ők megölik. Tehát nem volt szerintem más választása, és egyébként tagadta az egy a közöttük lévő homoszexuális viszonyt, amit a film expliciten ábrázol, de hát igazából a laplójuk meg az ellentételő tanúskodnak, a Póliné biztos, a Juliet nem tudom, úgyhogy ez szerintem egy kicsit ilyen kompartmentalizáció, vagy a vallásosság miatt utólag ezt jobban tagadja már a, a az emberi fogalmam sincs, nem akarom nem fogunk tudni igazságot tenni, én szerintem a, a filmben ábrázolt igazság az sokkal inkább igaz, mint amit az N Perry mint amit az Ann emlékszik mm. 60 év távlatából vagy több is talán, szóval ö, ezt én kicsit vitatom, hogy ő visszaemlékszik a dolgokra meg abban sem vagyok biztos, hogy a Polinra lehet kenni az egész egészet, csak inkább azt gondolom, hogy az emberi Perry szeretné ezt így magában elrendezni a, a, és akkor a másik oldalon a Paulin, mert nem nyilakozik senkinek, tehát ő tényleg teljesen visszavonult, és ezt a nővére a Wendy, aki kevesebb, mint egy évvel idősebb nála, ő viszont beszél a nővéréről, akivel azért levelezgetnek, hogy apáca életet él Angliában, ő is mélyen vallásos lett, akár csak az Anne Perry, csak nem mormon, hanem valami már, tehát csak már a keresztény, és nem néz tévét, nem hallgat rádiót, nem is tudott a filmről se hosszú ideig. Egyébként Londonban egy könyvtárban dolgozott, tehát őnek is közel volt a könyvekhez hosszú időn keresztül. A könyvek iránti szeretetük az látszik, hogy végig megmaradt, a, mert a történetek iránti szeretetük az végig megmaradt. És úgy érzi a, 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 Bendy, a nővére azt mondja, hogy megbékélt magával a Pauline, mert hogy olyan élt a tél, amire mindig is vágyott, ezzel, hogy ő vidéken állatokat nevelgetve, azt hiszem talán bárányaiban él, és hogy erre lámolod gyerekkorától kezdve, hogy ja nem, lovai van, bocsánat, igen, azt mondtam is, hogy van egy istálója, és akkor gyerekkorától kezdve imádta a lovakat, és mindig is volt is neki lova, hogy ez számára így a ideális és Tudjuk is, hogy a film elején, amikor még nem ismerkedett meg a Juliettel, tehát még azelőtt, hogy kinyílt volna számára a világ a Juliet révén, azelőtt tényleg egy ilyen magányos magának való valaki volt is. Ez is vált, miután a Giuliettől mm. elszakították. Szóval valójában most ő tényleg úgy él, hogy, hogy eredetes számára a sors valószínűleg. Ezt mindenképpen el akartam róluk mondani. A, mondom, itt nem akarok igazából. Itt élkezni egyikük felett sem az abban a tekintetben, ki hogy emlékszik vissza a tetteire. Én azért azt gondolom, hogy a film szerintem. Az a film értelmezése az valid. Uh -huh. Egyébként a Perry még azt is mondta, ezt elfelejtettem, hogy egyébként kizárta tehát a, a, az emlékeket, hogy hogy pontosan hogy is történt a gyilkosság, azt egyszerűen nem, nem, tudja, felidéz, nem, nem tudja felidézni. Uh -huh. Az előtte lévő dolgokat, hogy ő hogyan keveredett bele. Uh -huh. Azt igen, meg hogy mondom, mi volt a motivációja, azt igen, de a, de a történteket azt magát már nem, nem, nem tudja elmondani. Arra érdekes. És az, hogy krimiíró lett, ez egy kicsit ilyen, nem tudom, a sorsfintora, vagy iróniája, vagy igen. ez kicsit bizarr, ezt nehéz igen, ne igen. eltenni. Tehát én igazából nem tudom, mit mondjak, azért öt évre voltak lecsukva, ugye most Magyarországon is van éppen a hírekben ilyen bűneset, hogy 18 év körüli, vagy az alatti bűnözők sok-sok éves tárgyalás után lettek elítélve, és hát ők sem élet vagy arra egyébként, szóval közfelháborodást váltott ki az is, miután két embert meggyilkoltak, vagy két fiatalt meggyilkoltak, és ez egy ilyen örök dilemma, meg egy ilyen lehetetlen szituáció szerintem, hogy, hogy tényleg szörnyű tettem, hogy elkövettek, de ugyanakkor meg a társadalom tudnia kell valahogyan a Megjavulásnak a lehetőségét megadni mindenki számára, vagy a megtérülés lehetőségét szól. Én ezt nem tudom megítélni, hogy öt év büntetés számokra fair mm. volt-e, vagy sem. Minden esetre látszik, hogy tényleg tisztességes felnőtt életet éltek, tisztességes tagja voltak a társadalomnak az sikeres író, tehát euh, igaz krimi író, tehát <laughs> láttam olyan kommentet, aki egyszerűen azt mondta, hogy mostantól én nem olvasok több regénytől tőle. De hát ezt sem érzem, ez sem érzem fair bánásmódnak, mert bakker 79 óta 100 történetet megírt. Ez mit változtat azon, hogy mit követett el azelőtt 20 évvel, megírta uh -huh. volna az első könyvét? Szóval ez egy marha érdekes ilyen dilemma szerintem, egy morális, uh -huh. nem tudom mi, de az igazságszolgáltatásnál jobb rendszerünk erre nincs. tehát <laughs> <laughs> abban kell megbíznunk, és, és szerintem ebben az esetben tényleg simán lehet hagyatkozni az ő a bírói ítéletre, meg a bíró hogy hívják helyre saját morális iránytőjére, Ráadásul most szerintem ezúttal tényleg nincsen okunk másként vélekedni a tettesekre, mint ahogyan ezt a, a jog megtette, mert a, az idő őket igazolta. Még a. Nem tudom, ehhez akarsz-e hozzáfűzni mm. Még van egy más, egy apróság a, a filmmel kapcsolatban, amit ki akarok emelni. Akkor mondja nyugodtan. Jó. A... Melanie Linsky, mert ugye most sok-sok-sok most interjú készül a Yellow Jackets kapcsán, és nemrég volt a, amit én hallgattam, az nem a WTF volt, hanem a Happy, Sad, Confused podcast. És abban meg uh, arról mesélt, hogy a. Eh, eh, bocsánat, ez több interjúban is hangzott, csak így össze kellett több helyről, mert volt egy Time magazinos interjúja is, hogy a két szereplő, tehát a, a ő és a két minszlet a filmben, azok így sülve-főve együtt voltak mm -hmm. össze, voltak néve. még a film után is rengeteget leveleztek tehát ő ö, tényleg olyanok voltak mint a két szereplője a filmnek egymásra találtak teljes teljes mértékben és a aztán szépen lassan így a két minszlet így kikopott az életéből azt mondta neki a képviselőzeti felnőve, egy kicsit idősebben, hogy ő nem barátkozik sztárokkal. És az az, amit ugye szeret rakni a két podcastban, az interjúból meg a podcastból külön-külön, hogy, uh -huh. hogy a, a, a milyen fenében, a, a Time az interjúban beszél arról, hogy mennyire szoros volt közöttük a kapcsolat, meg a barátság, és a, e, aztán a Happy Set Confuse-ban meg arról beszél, hogy Név nélkül, de volt egy olyan szerep, volt egy olyan színész hogy hívják a társa vagy kollégája, akivel egy darabig együtt voltak, de aztán ez az élető kikerült az életéből, mert az illető azt mondta, hogy nem akar színészekre barátkozni. És akkor a kettőből össze hogy a két vinszletről van szó, vagy volt szó végig, és, a, és ez nagyon összetörte a, a Melanie Linszkyt, hogy tehát ez, ez a, ez az ilyen, ennek a barátságnak a megszakadása, ez, 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 ez nagyon nagy törést okozott a Melaninszki számára. Szóval ez egy ilyen kis szomorú igen. lábjegyzet ennek a történetnek. Igen, igen, erről én is hallottam, és valóban így. picit nyilván nem, igazán nem rímelre a filmre, de azért picit talán egy a utóélettel kapcsolatos ilyen gondolatainkat is átnyalja, vagy hát nem tudom, hogy hozzájárul egy, egy másik sokkal kevésbé Okay. Uh, vagy, 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 ja, igen, so, sokkal kevésbé uh, durva uh, rétege ez. Hát igen, egyébként a Titanic forgatásaig nagyon közeli uh -huh. barátságban voltak, és akkor a, ahogy került a karriai a kötvényszletnek, nem hiszem, hogy azért hogy meg a maga mögött, mert már zé, kínos volt számára a barátság, vagy, és mi csak szerintem, hogy tényleg az élete annyira megváltozott. Annyira más, más hogy zajlott, igen. Meg, meg, talán kellett is neki az, hogy ugye a, a normalitást azt a, a hétköznapi emberekkel, a hétköznapi barátaival tudja megteremteni, nem pedig, az, ne, ne pedig sztárbarátokkal vegye magát körül, vagy más színészekkel. Tehát lehet, hogy kellett neki egy ilyen elszakadás ettől a közösségtől egy kicsit, hogy legyen egy. De egy hogy két lábban tudjon járni a Földön. Nem tudjuk a két részlet oldalát, úgyhogy nem akarok ebbe belemenni, de akkor szakad meg a barátságuk, és akkor ez, ez, ez tényleg meg nagy törés lehetett a számára. Na hát még ez, ez azért mm -hmm. kellett a végére. Ja, ja, igen még amit nem említettünk, hogy ezt a filmet Velencei Filmfesztiválon mutatták be, és ott meg is nyerte az Ezüst Oroszlánt. Tehát, hogy ennek azért volt egy eléggé nagy nemzeti, nemzetközi köre, meg kritikai sikere, és egy Oscar-díjra is jelölték legjobb forgatókönyv kategóriában. Nem nyerte meg? Lehet, meg is nyerte, nem? Original Screenplay azt hiszem a tehát volt, tehát nem adaptációnak számít, mert valós történetet dolgoz fel, és tudom, hogy nem egy könyv. Jelölést kapott csak, igen, és valóban, ahogy mondod, eredeti forgatókönyv kategóriában. Ez, egyébként ezt nem is meséltük, de nem, egy, könyvnek az adaptációja ilyen szempontból elvenni. Igen. ugye rengeteg példa lenne arra is, hanem ezt ők maguk írták meg, és úgy, hogy tök sok mindenkivel interjúztak igen. Igen, 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 akik ismerték a, szereplők egy gyerekkorukban, és igen, az nekik font, valóban ez jó, hogy mondod, hogy nekik nagyon fontos volt az, hogy első kézből szerzett információkat szerezzenek arról, hogy milyenek voltak ezek, milyen volt ez a két lány. Egyébként euh, tudod, hogy mik voltak még jelölve ebben az évben? Na, mondd el, vagy nem tudom, játszunk egy. Játszunk egy gyorsat, úgyis. <laughs> 1994-es a film, 94-es a film, és hát szerintem, hogyha ha, ha rájössz, hogy melyik film nyerte meg, akkor valószínűleg csak bólogatni fogsz arra, hogy, hogy ez a film. Így van. Ponyvaregény, regény, ugye Quentin Tarantinónak a forgatókönyvéből. Yeah. Ezen kívül még jelöltek egy angol filmet, az egyik legnagyobb siker szerintem, ami ekkor volt, egy kisköltségvetésű dráma, ami hatalmasat szakított, és hát a rendezőjét is így abszolút az élvonalba röpítette, főleg a műfaján belül. Kis költségvetésű dráma? És nem angol... dráma. Hát, romantikus dráma per komédia. Aha, na várjál. Hat... A rendező, Stephen Frears? Mm, nem, és bocsánat, rosszul fogalmaztam, a forgatókönyvírója lett az, akit a, aki aztán később rendezőként is ö, nagyot futott, de a, a rendezője is neves ö, Aha. valaki. Aha. Csak én a, most a, a forgató, tehát pont a, a, a jelölt forgatókönyvire gondoltam, akinek aztán ez a specialitása lett ez a műfaj. Angol? Mm -hmm. mondtad? Mm -hmm. És ilyen romantikus dra dramedi? Vagy azt, hogy fogalmaztad? Hát, ja, igazából romantikus komédia, csak nem, nem feltétlenül a, a modern romkom talán a, hát, amire elsőre angol, nem, szóval. Hornby. Az biztos nem, 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 nem ő még későbbi. Hiha, mert neked a specialitás. A igen, a, a férfi főszereplőből abszolút start csinált. Hugh, Hugh, Hugh Grant, nem más, igen. mint Hugh Grant, így van. És a film, amivel... kívül szóval. is egy Pontosan. Temetés? Hú, ezt nem is tudom, ki ér, kell ebből. Richard kell. Curtis. Richard Curtis, hát bazdmeg gondoltam. Ugye, hát, aki én. később Love Actually meg Bridget Jones naplója, szóval igen, ez tényleg egy hatalmas Richard nagy... Curtis hatalmas nagy fordulópont, Egen. és így a, a akkor leg, legnagyobb bevételt hozó brit filmje, tehát hogy tényleg ez, uh -huh. ez, ez hatalmas sikert aratott, és egyben Á. jelölték is ugye a, a forgatókönyvet. Van egy olyan filmünk, ami hát egy olyan, olyan írórendezőnek a filmje, akit rogyásig jelöltek már eddigre is, de még ezt követően is, tehát egy ilyen Író, rendező és egy személyben. Így van. Férfi gondolom. Ó, oh, igen. És ideje. hát ha ő... Író, rendező. Ja, hát Woody Allen. Pontosan, így van ah. Woody Allen, Ez a Bullets over Broadway című hmm. filmje. Ah. John Cusackkel. Hmm. Az ötödik jelölt pedig egy európai film, viszont nem angol, amivel foglalkoztunk a podcastben. És wow. ez egy trilógiának a harmadik része. Trilógia, és foglalkoztunk, megnéztük az egész trilógiát mm -hmm. a podcastben. Egy európai mm -hmm. film, Triló fucking Gil. nem várjál, az egész trilógiát megnéztük. Ez a három szín, Krisztof Kislovszkinak a filmje. Tökéletes. Ez akkor a piros. <laughs> így van, így van. Na, ez, ez egész gyorsan. Na, ez egész Tök gyorsan ment <laughs> Szóval azért egy eléggé erős, erős mezőnybe került be a a, a eredmények, ami tehát mondom, hogy sikeres volt, még népszerű, de azért nem egy ilyen négyes egy temetés szintű kassza bomba siker, hanem inkább hmm. ilyen hmm. arthouse art művészfilmes körökben, ugye szemtelen talán a Miramax forgalmazta, igen, Miramax volt a logó a film elején, ezt megint kellett volna emelni, hogy gyakorlatilag megkerülhetetlen volt uh -huh. a Weinstein stúdiója ebben az évtizedben. Igen. Elképesztő. Hát igen, box office <laughs> nem lett akkor a siker, de hát nem de az ez jelzi azért jellek. azt, hogy, hogy volt iránta érdeklődés, hogy egy jelölésig simán el tudott jutni. Igen. Nyilván ebben számított a velencei, ezüstoroszlándi. Igen. Egyébként a, a, azt még gyorsan, hogy a Peter Jackson azért a urára upgrade-elt, akit lehetett, tehát a zeneszerzésben, Igen. Nem, a operatőri munkában, és akkor inkább bejelentődne, mm -hmm. dolgozott, de James Selkirk vágót megtartotta, és a király visszatér a James Selkirk Oscar-díjat is nyert, tehát ez a <laughs> kapcsolat igazán gyümölcsöző volt, és kettőjük számára kifizetődő. <laughs> Jól van, nekem nem maradt más a filmmel kapcsolatban. Számomra se. Úgyhogy el is köszönünk akkor most a hallgatóinktól, és az utolsó adással fogunk két hét múlva érkezni, ahol két évet fogunk haladni előre az időben. 1996-ból David Cronenberg filmje Akaramból fog sorra kerülni, ezzel zárjuk le ezt az idei nagy-nagy vakfoltokat posz, ö, pótoló épadunkat. Mm. Így igaz, és akkor gyorsan mondjuk el még azt is, hogy a az adásainkat meghagadhatjátok minden podcast platformon, Apple-on, YouTube Music-on, Spotify-on, és a kedvenc lejátszatokban bárhol feliratkozhattok, YouTube-on nyomjatok like apple ön írodok értékelést, Spotify-on csillagozatok meg bennünket, és Természetesen ne felejtsétek el azt se, hogy jelen vagyunk mindenféle közösségi média felületen, Facebookon, Twitteren, Instagramon, mindenhol keresetek rá, hogy Vakfolt Podcast, illetve Facebookon van egy csoportunk, és ez a Facebookon, ah, bocsánat, ez a Vakfolt Podcast társalgó, és van egy támogatói közösségünk, a Vakfolt Extra névem, amelybe, ha beléptek, akkor külön adásokkal készülünk számotokra, havi egy-két alkalommal, aktuális tartalmakkal, tehát Vakfolt Extra, ez pedig úgy lehet megkeresni, hogy a vakfoltpodcast.hu per extra oldalt meglátogatjátok, és ott tudjátok megnézni, hogy hogy tudtok támogatni bennünket. Egyébként a Vakfolt Extra hallgatható szintén minden lejátszóban, beleértve a Spotify-t is. Tehát vakfoltpodcast.hu per extra, és akkor itt kell megjegyeznem, hogy a kiemelt támogatóink, akik bennünket kicsit magasabb havi összeggel támogatnak, őket név szerint is meg szoktuk, meg szoktuk említeni, hogy Pál, El, Bendegúz, illetve Bavalics István, továbbá Szántó Eszter és Schmidt Barnabás. Nektek különösen köszönjük a támogatásokat, és persze mindenki másnak is, aki a vakfolt Extrának a tagja. Úgyhogy ezek kívül ne felejtsétek hogy készülünk egy közös mozizással a következő hetekben. Továbbá van vakfoltos Pólunk, és talán bögrénk is, de biztos, hogy van pólónk. A vakfolt podcast.hu per bolt címen tudtok ennek utána nézni, és vegyetek jó vakfolt logos magatoknak. Úgyhogy akkor már csak két hét múlva egyenlással várunk benneteket, addig pedig sziasztok! Sziasztok!